Ők meg a képviselőtestet határnak képviselőket, a képviselőket, hogy egy kicsit az a napi rendel kapcsolatban van egy kérdésük. Hogyha nincs kérdezem a képviselőket, hogy a kiküldött napi rendet elfogadják-e, hogy igen, 90-es szavazattal a képviselőtestet elfogadják a napi rendel. Az önkormányzat első 2018 évi zárszámozása. Tárgyalt a pénzügyi bizottság, kérdezem a bizottság elnökét, mi volt a bizottság álláspontja? A bizottság a kiküldött anyagot elfogadásra javasolja. Köszönöm, kérdezem a pénzügyi vezetőnket, hogy beszámolt, vagy az elszámadás kiküldön egészítve. Kérdezem a képviselőket, hogy van a kérdésük az elszámadásra kapcsolatban. Hogyha nincs, igen, hogy a képviselőről. A bizottságon a költségvetést érintő egy két döntés született még. Az egyik az ASA beszámolójánál, ugye van egy határati javaslat, akkor benne van ez a plusz 1 millió forint, most kell döntenünk, vagy majd akkor. Akkor hát az ott van a betegség. Jó, illetve hoztunk egy határozatot az pedagógusok kafetériájának kiváltására. Hát gondolom, ezt kellett volna napi döntökön venni akkor. Nem, az benne van a pénzügyi anyagban. Sajnos a költségvetésnél tárgyaltuk. Igen, de azért kellett volna napirendre fölvenni, akkor újra fölhoztam, hogy... Jó, akkor vegyünk fel napirendre. Hogy köszönöm. Napirend, ez van-e valami kérdés, vagy javaslata? Igen, nekem akkor van ez, hogy már kétszer fölmerült ez a kafetéria, hogy egyben olyan mérjük az önkormányzat dolgozóinál, hát kivéve az iskolát, hogy akik már nem önkormányzati dolgozó, és erre a jegyző azt, hogy készítettük kimutatást a pénzügyiság kérdésére, ezt tárgyaltuk, és hoztunk is a döntést, szeretném ezt is tárgyalni. Jó, aki ezzel egyetért, kérem készülmese szavazzon. 9 igen, van még más? Miklós? Egyelőttem, hogy én napjáti pontról egy csőtörésről is mondom a pártjában. De ez egyébként tehát a hozzá szót, de nem kell napi rendbe venni, mert határozatot lehet a beletni. Egyik, nem másik megadni. Aki egyetért ezzel, kérem készülmese szavazzon. 9 igen, aki a módosításokkal együtt a napirendet elfogadja, kérem készülmese szavazzon. 9 igen szavazottan, és akkor újra nekünk a beszámolónak, felszámolásnak, bocsánat. A képviselő bizottság elnöke, már elmondta a képviselő bizottság véleménye, kérdezem a képviselőket, hogy van-e zárszámolással kapcsolatban kérdésük. Nincs. Minden beletalkodás minősített többség szükséges kérdés a képviselőket, hogy elfogadják el a zárszámolási rendeletet. Igen, kérem készülés a szavazatot. 9 igen szavazattal a képviselő testület elfogadta a zárszámolást. Jelezte az intézményvezető, hogy egyéb elfoglaltság miatt nem tud eljönni. Sajnos a testületülés a bizottság ülésen bemutatkozott, különben tárgyalta a bizottságot. Kérdezem a bizottság állapotát, hogy mi volt a bizottság állapotja. A bizottság megköszönte a beszámolót a jegyzőasszonynak, és természetesen megköszönte Pallai Ilyen, a Szociális Központ vezetőjének is a beszámolót, és negyedsorsú sorban az ott folyó munkát, és egyhangban a közösségi képviselőtestület felé is elfogadást. Köszönöm, kérdezem a képviselőket, hogy a beszámolóval kapcsolatban van kérdésük. Hogyha nincs, kérdezem a képviselőket, hogy elfogadják a beszámolót, és igen, kérem kívánok szavazzon. 9 igen szavazattal a képviselőket, hogy elfogadják a beszámolót. Egészségügyi szolgáltató beszámolója. Tisztelettel köszöntöm Ugyanadi Anna
B-tőnőt, annak élem álljon föl, aki... Jó, de ott kívánok! És aki a kettes számú védőnői körzetet látja el, nagyon-nagyon jó munkakapcsolattal és nagyon nagy ambícióval vágott neki a teendőknek. Én kívánom, hogy tényleg jól érezze magát, mint említettem is, hogy innen csak a nyugdíjból, amikor távozik, vagy nyugdíjban távozik, csak akkor menjen el. És akkor tisztelettel köszöntöm Inczaki Irenbe, bocsánat, Lista doktor, illetve Inczaki doktor urat, és tárgyalta a beszámolót a Kultúrás Bizottság, kérdezem a bizottság elnökasszonyát, hogy mit volt a bizottság állás. A bizottság megköszönte a beszámolót, megköszönte az egészségügyben folyó munkát, és nem utolsó sorban tulajdonképpen szerettük volna, hogyha kérdések merülnek fel az egészségügyben dolgozókhoz, de nem volt kérdés, hiszen éppen olvastuk az egyik egészségügyben dolgozó doktor úrnak a beszámolóját, hogy semmiféle panasz nem érkezett az elmúlt évben, aminek nagyon-nagyon örültünk, és minden intézménynek a beszámolóját elfogadjuk, és javasoljuk a képviselőtestület felé is elfogadásra. Egyetlen egy kérésünk volt az Inczaki doktor úrhoz, itt van, ugye? Szerintem ő el is mondja nekünk, hogy milyen kérésünk volt. A beszámolóban jeleztem, hogy ez az ESSZT tér, ez az elektromos tér már működik, és mint egy másik kérdés szerintem nagyjából most elég biztonságosan működik, és talán kéne tájékoztatni a közönséget róla, hogy ilyen formájban vagy olyan formájukat más egyéb módon népszerűsítsük egy kicsit, ezt a kormányablakon keresztül, bárki be tud lépni és a saját adatait megnézni. Nem működik 100%-osan, a doktornak is igaza van, de most már szerintem a leletek nagy része 50%-a fölött el van, úgyhogy ők sok már érdemi tájékoztatást lehet kapni, akár a receptekről, akár beutalokról, illetve korábban született leletekről, az árujelentésekről, és erről erdő tájékoztatást. Nagyon szépen köszönjük először is. Kérdezem a képviselőket, hogy a beszámolóval kapcsolatban, a beszámolókkal kapcsolatban van a kérdésük. Ha nincs, akkor egyszerre teszem a szavazásra, és egyöntetű, akkor egybe szavazzuk le, hogyha van tartózkodás, vagy ellen szavazat, akkor egyesével szavaztatom le a beszámolókat. Tehát kérdezem a képviselőket, hogy a melléklet szerint elfogadja a településen működő egészségügyi szolgáltatások beszámolóit, így az egyes számú házorvosi, kettes számú házorvosi, egyes számú védőnői, kettes számú védőnői, gyermekorvos, fogorvos és orvosügyeletevékenységéről szóló beszámolók. Hogyha igen, kérem, készülésre szavazunk. 9 igen szavazókkal a képviselőtestület egyben elfogadta az egészségügyi beszámolókat. Köszönöm szépen, hogyha nagyon szeretettel várjuk, vagy fogadjuk, hogy itt maradnak egy tudom, hogy egyéb elfogadásának szépen kérdezni csokorban. A negyedik napirán gyermekorvos kamatmentes orvosa kérelme, tehát dr. Szuka, aki áll a doktor mögött van szó, tárgyalta a pénzügyi bizottság, kértem a bizottság előtt, mi volt a bizottság álláspontja? A bizottság támogatása javasolja a doktornak kérdését. Köszönöm szépen, doktor, mert esetleg ki kívánja egészíteni? Hát, hogyha van kérdés, hogy válaszol. Az természetes, hogy ezt előzőleg ki akarja, nem? Köszönöm szépen, akkor kérdezem a képviselőket, hogy az előterítésre kapcsolatban van a kérdésük. Hogyha nincs, kérdezem a képviselőket, hogy elfogadják el a határozati javaslatot, hogy igen, kérem, készen is szavazzunk. 9 megszavazattal elfogadta a képviselőtestület a rendelkezésre javaslatot. Elnézést kérek egy asszisztens Péter, hogy a civil szervezetek kapcsán van itt, mint kiderült, hogy a járáshivatal képviselőtestületére. Úgyhogy Péter, akkor akartam köszönteni, amikor a civil szervezeket tárgyaljuk, akkor szeretettel köszöntöm Kis Péter urat, a járáshivatal képviselőtestületében, és Péter az a kérdésem, hogy ide gyere ki, mert tudsz kapni. És
elnézést, tényleg vagy az ASE kapcsolatában, tudom, hogy ott is ugye produkciót töltesz be. Ötös napi nem rendőrség beszámolója alsó mindig közbiztonságának helyzetéről. Bizottságot nem tárgyalták, tisztelettel köszöntöm Kocsis István parancsnok urat, illetve Lácz alapvetős urat, a Darosi rendőrkapitányságnak, illetve az Úcsi Győrs parancsnokot. Azt szeretném megkérdezni a tisztulakat, hogy ki kívánjátok egészíteni a beszámolót, vagy pedig kérdezni. Köszönöm, nincs képviselőtök, kedves megjelentek, nagy tisztelettel köszöntöm mindenkit. Különösebben nem szeretném ezt kiegészíteni, egy-két adatot emelnék ki belőle, hiszen azonban kellő részletességű ez a beszámoló, felületen és kapitányság munkáját kíván ezen belül az Ócsai rendőrös is az alsóműveli közbiztonság helyzetére fókuszál elsősorban. Ami pontan kettő számolat itt a bűncselekmények számánál, figyelhető meg itt a lopás után, hogy egy 12-es emelkedés, és megvizsgáltattam, hogy mire vezethető ez vissza. Azt mondom, hogy alsó némedi néző emberek szubjektív biztonság helyzetét annyira ez nem tudom, és az itt lévő cégek is itt elsősorban GLS kapcsán van ilyen csomagelvesztések, eltolatlanítások, és mivel nem tudják, hogy hol történt a cég székhelyi jelentítve, és az alsó némedin van, és ebből adódik is ilyen előfordult a tennél is. Úgyhogy ebből adódik el az emelkedés, illetve egy örömteit az viszont a balesetek számának a igen jelentős csökkenése a településen, azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly eredmény, ismerve a közlekedési helyzetet és azt a forgalmat, ami a településen áthalad. Sajnálatos módon volt egy halálos közlekedési baleset külterületen, a Sertéstöleti úton egyedül volt az úr. Valószínűleg lehaladt és mire visszakapott már olyan szerencsétlenül manőverezett, hogy nem tudta elkerülni balesetet és ennek ilyen súlyos kimenetele, ami nagy tanulsága ennek az esetben, hogy minden egyes esetben vizsgáljuk a súlyos halálos kimenetű baleseteknél, hogy mit tettünk volna mi rendőrhatóság ezek megelőzés és elkülés érdekében, itt nem volt becsatolva az úr. Mi nagyon nagy hangsúlyt tettünk arra, és lehet, hogy ez az állampolgároknak nem esik túl jól, hogy ellenőrizzük ezeket a szabályszegéseket, és nagyon szigorúan veszik, mert ha már be kell, hogy következzen egy baleset, és nem lehet nyilván nullára elutálni a számokat, nagyon nem mindent, hogy milyen ennek a súlyossági foka. És ebbe a biztonsági egy nagyon nagy preventív hatást tud kiváltani a súlyossági fok visszaszorítása esetén, hiszen sokkal könnyebb sérülésekkel úgymond húznak meg egy balesetet, hogyha be vannak csatolva. Úgyhogy ezt a kettő adott gondoltam kiemelésre méltónak, de természetesen bármiféle kérdésem, bármiféle hozzá szólás, felvetés, próbálok válaszolni. Amennyiben esetleg olyan kérdés, akkor a később akkor irányom, hogy fogjuk adni a válasz. De bízom benne, hogy amit felvetőt közt itt meg fogom tudni válaszolni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Parancsnok úr, mint beszéltünk már erről, meg telefonon is, meg személyesen is, ugye motor is útján. Én nekem egy pici kérdésem azért van az a kapcsolatban, hogy mindig azt mondjuk, hogy alsó némelyi, a közbiztonság környékben az egyik legjobb. Viszont a számok azt mutatják, hogy alsó némelyi 85 ismertében a bűncselekmény volt, Gugyi 43, ugye Gugyival azonos létszámú települések vagyunk, illetve Ócsán 94, Ócsán pedig majdnem a duplája. Tehát hogyha most lakosság számban nézzük az ismertével a bűncselekményeket, akkor azért nem a környékben jött településre vagyunk. Sokféleképpen lehet vizsgálni a közbiztonság helyzet, és ez is egy nagyobb szám, a 10.000 lakosság jutó, ami nyilván nem településében van ennél a lakosság sem a 10.000 főt. Nem biztos, hogy valós képet ad, ez inkább a 100.000 lakosú településeknél mutat reálisabb képet. Ahogy elmondtam, több olyan cég van itt a településen, amelyek halmozzák ezeket a bűncselekményeket, és azt mondom, hogy az itt élőkre azért az nincs nagy hatással, hogy egy felhőző csapatot mondjuk a kijelentél valahol, az fájlnak kéne eltolanyítottak, de hogy fejlentésletek is, mert lefolytatjuk az eljárást, és ez itt kell, hogy statisztikailag történjen alsó némedit. Nem tudom, hogy ez mennyire befolyásolja. Én azt hiszem, hogy azok a terménylopások, azok a problémák, amik korábban nagy számban sokkal jobban irritálták a lakosságot, ezeket sikerült visszaszorítani. Nyilván ez egy közös munka a polgárőrökkel, a mezőrökkel, közvetlenőrökkel, tehát nem kimondottan a rendőrség, vagy csak is kizárólagosan a rendőrség érdemével, amikor az állampolgárok is sokat tesznek azért, hogy jobban megoldják a vajon tárgyékat, értékeiket. Én azt gondolom, hogy jó a közbiztonsági helyzet. Igen, lehet ezt nézni, hogy más településeken hasonló lélekszámmal, de a települések adottságait is vizsgálni kell, én azt gondolom,
A Budapesthez való közelségüket is vizsgálni kell, az úthálózattal való ellátottságot is vizsgálni kell, sok mindent kell komplexen vizsgálni, én azt gondolom, hogy minden figyelembe véve jó a közbiztonsági érzéket, az a tendencia, ami bűncselekmények számánál mutatkozik, de hát nyilván ettől még egy-egyik sértetje, érezheti rosszul magát, természetes az a dolgunk, hogy megtegyünk mindent, hogyha már sértetté vált, akkor meg fogjuk megtalálni az elkövetőit, és minél inkább a kárát is meg tudjuk téríteni. Köszönöm szépen. Csak tájékoztatásul mondom a képviselőknek, hogy van egy olyan vitatott kérdés, amivel másképp értelmezi a település lakott területére való behajtási lehetőséget a közút, illetve a rendőrség. Ugye a közút úgy értelmezi, hogy mivel Alsó-Németi 7 és fele zónában van, ezért telepény megközelítés céljából sem jöhet be a tergépjármű, csak abban az esetben, hogy a közút közelői engedély kér. Mert ugye áruszállítás van kint, tehát áruszállítás céljára bejöhet, de telephelyet sem jöhet akkor, hogyha nincs közútközelői hozzájárulás. Ugye ezt a Magyar Közút Budapest vagy a Pest megyei szervezet adja ki. A rendőrség állásfoglalása szerint az egyik durvább az, hogy akinek Alsó-Németi telephelye van, bárhol az mehet keresztbe Kassul. A másik az, hogy akinek Alsó-Németi telephelye van, az bármelyik oldalról bejöhet a településre. Ez az a kérdés, amit nagyon rövid időn belül nekünk tisztázni kell, hiszen a közút már az új közútközelői hozzájárulásokat úgy adja ki, például a telephely megközelítés esetén, hogy a legrövidebb úton kell elhagyni a telephelyet, illetve csak a legrövidebb úton közelítheti meg. Tehát mondok egy példát, nem valós főút 128 szám, nem valós a szám, két telephely vagy közútközelői hozzájárulást, és úgy írták be neki, hogy a telephelytől csak a település déli irányába hagyhatja el a települést, és csak a déli irányból közelítheti meg a telephelyet. Tehát nem ér be mondjuk a Haraszti úton, nem ér be az Ötös felől, nem ér be Somogyi Béla, meg a Sertes Lepasz természetesen, mert az ugye más egyéb súlykorlátozással van. Tehát ez lesz egy nagyon fontos és gyors tisztázandó kérdés, hiszen ez az egész Alsó-Németi lakott területre való terkékocsival való behajtást átírhatja a lehetőséget, mert mondom, hogy sajnos az, akinek itt van telephelye, azt mondja, hogy én ne jöttem be Alsó-Németire. Mondom, a közútkezelő már úgy adja ki, hogy a legrövidebb kezelés alá felül lehet megközelíteni, és arra felé hagyhatja el. Tehát a fő 128-on nem jöhet el a ötösen végigvesre. Beszéltünk találkozót úgy is a jövő hétre. Én azt kérem parancsnok úr, hogy erre mielőtt tegyünk pontot. Jobb is, ha megköröztettük nálunk is állásfoglaláson, viszont egy kérdés van nálad, akkor kérnek telephely engedélyt úgy, hogy oda nem mehet be az autó? Tényleg kérnek telephely engedélyt, ami a hotel autókkal rendelkezik, és akkor úgy, hogy nem, tehát nincs felmentése? Kapitány úr, ha oda közébe tesz. Jó, jó. Tehát ugye van bejelentett, tehát van olyan, ahol csak bejelentés köteles a tevékenység, és mondjuk a gépkocsi az be van jelentve Budapest 23. kerületre, de itt van egy fiók telephelye, amit az önkormányzattól teljesen kívülálló módon el tud intézni, mert hiszen a cégbíróságnál ő ezt regisztráltatja, hogy ilyen a telephelye, és ebben az esetben ő azt adogtatja, hogy őnek itt van a telephelye, és sajnos találkoztunk is ilyen. És erre önöknek semmiféle engedélyt nem kell kiadni? Hogy... Ebben az esetben nem. Ha nem olyan jellegű ipari tevékenység, amelyik a telepengedélyezésről szóló jogszabály hatály alá tartozik, attól még a cégbíróságnak is lehet székhelye, telephelye, hogy nincs telepengedélye. Jó. Tehát itt két dolog, ami nagyon nagy probléma. Az egyik az, hogy elvileg is ezt már a gyári okmány irodával leegyeztetve ez megtörtént. Tehát azt kértük az okmány irodától, hogyha olyan gépkocsi átírásához, ami Alsó-Németire akarnak lakott területre, akkor igenis kérjék ki az Alsó-Németi hatóságnak, tehát a kormányos területi hivatalnak a
az engedélyét, nem az engedélyét, hanem a igazoló iratot, hogy ez a telepe alkalmas arra, hogy gépkocsi tárolódjon. De hozzáteszem azt, hogyha például ezt arra teszem, hogy akkor nem biztos, hogy kiküldik. Tehát ez lenne az egyik, mert akkor nem lenne kiadva olyan helyre engedély, ami elvetelje, hogy sem nem megközelíthető, de ez a telephely engedélyeket, illetve a telephely bejelentéseket, ez akkor sem érti. Tehát, hogyha van egy központi telephely, székhely, azon kívül egy cégnek lehet 26 helyen, vagy 126 helyen is korlátlan számba a telephely. És azok mondom, ide még bejelentésre se kell volna. Jó, köszönöm. De itt a legfontosabb az, hogy a közútnál sikerült azt elérni, és ennek most már örülnek is, mert azokat az utakat is, ami nem D3-as osztályra készültek, ugye tömöket teszik a gépjárművek, és most a közútnál is van egy olyan állásfoglalás, hogy erre rá fognak nagyon számni, hogy ahol súlykorlátozás van, ott igenis ne menjenek azok a gépjárművek, csak tényleg indokolt esetben vagy engedéllyel, mert teszik az utat, hát ugyanilyen nekünk is a sertős telepi út, de ugyanilyen út a önkormány vagy az állami tulajdonban lévő Somogyi Béla út, ugyanilyen a Haraszti út, ezeknek nincs út alapjuk, ezért is van a korlátozás. Hát mert szerintem az jó, hogy addig, amíg is megkapjuk, és akkor lehet lesz. Így van, így van. Hát örülök neki, hogyha jövő héten választ kapunk, de ha nem, akkor is el kell indítani, hogy minél hamarabb választ kapunk. Köszönöm szépen, tanácsadó. Kérdezem a képviselőt, hogy van-e ezzel kapcsolatban a kérdésük. Megint a tudomásom szerint a alsómedi KMB-s létszám rövidesen meg fog feleződni. Erre van-e valamilyen lehetőség, hogy úgy fent két KMB-sük legyen, hiszen alsómedi egy nagyon frekventált település, bár a közbiztonsági adatai jó, de óriási területre rendelkezik hatalmas átmenő forgalommal, és bár jók a közbiztonsági adatai, de azért azt mi nyilvánvalóan szeretnénk egyrészt megőrizni, de nyilván javítani is. És ha itt csak egy darab kendő lesz, azt nagyon-nagyon kevésnek érzem magam részéről, mikor tudja rendőrséget feltölteni ezt az állományt. Illetve hasonló a kérdés, úgy tudom, hogy a Ócsai ős is óriási létszámgondokkal küld. Ugyanez a kérdés. Hasonló nem megy ugyan, mi az elsődleges itt. Várjuk meg, hogy elmondja a Gábor, hogy jól utána fogunk tudni erről beszélni, hogy ha mégis úgy dönt, hogy marad, vagy hogy mégsem megy el, tudok róla, hogy van ilyen szándéka, várjuk meg, hogy el fog-e menni, vagy itt lesz-e. Nyilván ez akkor okafogyott állnak a kérdés, hanem akkor meg kell tenni mindent, és amit tudunk megteszünk, tehát elfogad írunk ki. Volt is például a szomszéd településen is jelentkező, utolsó utána kívánok a visszavontott folyamatos a pótlás ezeknek a státuszoknak, annál is inkább már tervárosra körülbelül megütött státuszok 100%-on feltöltve legyenek. És a járólállományban is próbálnak ugyanilyen lehetőségekkel élni, most a kapitányság 8 fővel, bővült ebből a 8 főből is több fő fog kerülni, most egy rendőrösre, úgyhogy bízom benne, hogy vissza tudjuk fejleszteni ezt a létszámot. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, van még kérdés? Tájékoztatásul annyit, hogy a rendőrséget a költségvetési rendeletünkben elkülönített összegből egyrészt egy albérleti támogatást tudunk az egyik Ócsai vagy az Ócsai őrsön szolgáló egyik rendőrnek, illetve gyilkocsi nemnek támogatást és szerződést fogunk kötni a KMB-ssel, és úgy tudjuk őket támogatni. Kérdezem a képviselőket, hogy elfogadják a beszámolót, hogyha igen, viszonyosan szavazunk. 9-9 szavazat, hogy a képviselőket tartott ezt a A bizottság megköszönte a beszámolót és az ott folyó munkát. Örömmel olvastuk, hogy milyen sok a létszám, azoknak a felnőtteknek, hogy gyerekeknek utánajában, és a 23. 2019-es bizottsági tervezetában javasolja a képviselőtestület felé is elfogadásra.
közben tárgyalta a pénzügybizottság. Hasonlóan, hogy a Kulturális és Egészségügyi Oktatási Bizottság mi 54-es idei határozatunkra javasoljuk elfogadásra. Köszönöm szépen, elnöki kívánom, de egészében beszámolok. Kérdezem a képviselőket. Tessék? Csak meg szeretném köszönni a támogatást. Kérdezem a képviselőket, hogy van-e a beszámolókkal kapcsolatban kérdés. Nincs, kérdezem a képviselőket, hogy elfogadják a beszámolót, hogyha én kérem készülésre szavazom. 8-9 szavazatokkal a képviselőket szavazom. Hetes napirend beszámolózás a tevékenységéről, hasonlátozásának kiegészítése. Tisztelettel köszöntöm Horváth Miklós alelnököt, amelyet tárgyalta bizottság, kérdezem a bizottságának, azt mondtam, hogy a bizottság ellenpontja. Itt is megköszönte a beszámolót, nem utolsó sorban gratulált a szép eredményekhez, és egy határozatával javasolja a támogatás összegét is megadni, és a beszámoló elfogadását is, méghozzá a 24-es bizottsági határozatával. A pénzügyi bizottság tárgyalta kérdően a bizottság elnökét. Hasonlóan a kultúrás bizottság nincs egybe az 1 millió megszavazását, illetve a elfogadást az 53-as idei határozatunkban javasoljuk a képviselőtestületnek. Köszönöm szépen, kérdezem az alelnökét, hogy tudjuk az egészíteni alelnöke így, bocsánat. Hát már itt betét, most fog még szemben. De egyes esetben és szeretném megköszönni a támogatást, mint az elmúlt évek és mint az idei év, plusz a új szakosztály, illetve az új csapatnak a előzetes támogatásához, és akkor szeretnénk azt a közvetett szintet kívánni. Kérdezem a képviselőket, hogy van-e beszámolóval kapcsolatban kérdésük. Ha nincs, kérdezem a képviselőket, hogy elfogadják el beszámolót, hogyha egyébként köszönösen szavazzunk. 8-9 szavazattal a képviselőtestület elfogadta a beszámolót. 8-as napirend beszámoló a polgárőrség tevékenységéről, tárgyalta a település fejlesztési bizottság. Kérdezem az elnök úrát. Meghallgattuk a kérdéseket, amúgy elfogadtuk a beszámolót. Köszönöm szépen, kérdezem, hogy a beszámolóval kapcsolatban van a kérdése. Hogyha nincs, kérdezem a képviselőket, hogy elfogadják a beszámolót, hogyha igen, hogy én azt mondom, hogy mondjuk szavazottól a képviselőtestület elfogadta a beszámolót. 9-es beszámoló a Nyíri Gyászatok és Hagyományozó Egyesület tevékenységéről. Tisztelettel köszöntöm Bódó Annát, Tánya nénit. Tárgyalta a beszámolót a kultúrai bizottság, kérdezem a bizottság elnökét, hogy mi volt a bizottság álláspontja. Igen, itt is megköszöntük a beszámolót a Sutri Zsolt úrnak és Bodó Annának, és nem utolsó sorban az ott folyó munkát, a Nyíminek pedig gratuláltunk az előtt eredményekhez, és a 25.2019-es bizottsági határozatával javasoljuk a képviselőt a kérdés felé is elfogadásra. Köszönöm szépen, kérdezem a képviselőket, hogy van-e a beszámolóval kapcsolatban kérdésük. Ha nincs, kérdezem a képviselőket, hogy elfogadják a beszámolót, hogy éppen kérem köszönésre szavazni. 8-9 szavazottal a képviselőtestület elfogadta a beszámolót. Bózsi. Tessék. Szeretettel. Köszönöm. A Zsolt helyettől köszönöm a képviselőtestületet, és 10 évesek lettünk. Úgyhogy az első perc köszönjük a bizalmat, a munkánkhoz a sok-sok támogatást, erkölcsi anyagit, úgyhogy a 10 éves alkalomból szeretnénk egy kicsi apróságra megköszönni a képviselőtestületnek a munkáját. Hát egy elképes apróság, egy nem mosolyogató apróság, remélem szívesen fogadják. Köszönjük szépen! Nem akarok talán most kapatokban van, és és még van, hogy nagyon szépen köszönjük a Hamászi Károly Művelődési Háznak a pincérének a támogatását, 15 évben befogadott bennünket, és azokon is szépen javul a kapcsolat, úgyhogy fontosnak tartok a nyelvünket. Köszönöm szépen! És köszönjük! Köszönjük szépen!
beszámolom a Művelődési Ház 2018. tevékenységéről. Tárgyalta a Művelődési Bizottság. Kérdezem a bizottság elnökét, mi volt a bizottság elnökét? Megköszöntem a beszámolót. Nem utolsósorban megköszönte az intézményvezető asszonynak, hogy leírta, hogy mennyire jó együtt dolgozni az ott dolgozó kollégáival, ezt nagyon jó érzés volt olvasni. Mi pedig megköszöntük azt a rengeteg rendezvényt, amit láthatunk és hallhattunk ott a Művelődési Házban. Jó egészséget kívántunk, további jó munkát, és a 26/2019-es bizottság határozatunkkal szeretnénk javasolni a képviselőtestület felé is elfogadásra. Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy művelődésen feltetődjét, aki kívánna beegészíteni. Köszönöm, nem kívánok beegészíteni. A kérdésekre szívesen válaszoltam, amit nem tudok. A határozatnak volt még? 26/2019-es bizottsági határozat. Ja, bocsánat, azt nem figyeltem. Elnézést kérek. Igen. Erről nem beszéltem, hogy az intézményvezető asszony részéről felmerült az, hogy esetleg belépő díjat kellene szednünk a különféle rendezvényekre, hiszen van, amikor olyan nagyon sokan vannak, hogy tömve van a terem, szinte be se férnek, van, amikor viszont kevesen vannak, és valami megoldást kellene erre találnunk, de a bizottság most úgy döntött, hogy most ne kérjünk továbbra sem semmiféle pénzösszeget a belépőktől, hanem gondoljuk végig, hogy esetleg tiszteletjegyeket, egyebeket kiosztani, és amikor azok elfogynak, akkor azt mondani, hogy nincs több helyünk, tehát ezt még gondolom intézményvezető asszonnyal át tudjuk majd beszélni, és akkor a képviselőtestület felé terjesztjük, de most mindenképpen ugyanúgy marad, ahogy eddig, hiszen amikor a Fedácsári Színház jött ide, akkor tiszteletjegyet, jelképes összeget kértünk, a többi rendezvényről viszont nem kértünk, és az egyenlőre ugye intézményvezető azt, hogy úgy beszéltük meg, hogy így is marad. Hogyha a képviselőtestület is ezt így javasolja. Köszönöm. Szerintem ez amúgy sem most nem is lehetne a figyelmében, ezt ki kell dolgozni. Igen. Én meg azt mondom, hogy most is vannak olyan rendezvények, mert nem csak a Pedáksári, hanem ilyen a Szüreti Bár, ilyen a Pörkölt Fesztivál például, de ilyen volt a Nótást is, nem? Igen. Tehát én azt mondom, hogy azok már a rendezvényeknél, és ezt akkor a májusi testöltődésre előkészítjük, azokra a rendezvényekre, amelyik egyrészt, amit említettem, tehát Pörkölt Fesztivál, Forrósi Disznótól, illetve Szöröti Bárból eleve kell, hiszen ez egy kívül, de ugyanúgy azokra a rendezvényekre, amelyik nem csak kimondott kulturális, hanem inkább szórakoztató rendezvények, ott a, én azt mondom, hogy a Művelődési Ház vezetőinek megítélése szerint, ahol úgy ítéli meg, hogy ez bevezethető, vagy szükséges, ott igenis szedjünk annyit elépőt, mert az a legkellemetlen, hogyha mondjuk oda menne 250 ember, és akkor szétteszik a kezünket, hogy minek jött egy szem, meg van hirdetve. Tehát ez az 1000 forint, csak gondoljunk bele, hogy például a Nótásnél az 560 ezer forintba került, ugye egy szörnyűgyűjtőnök, és el lett adva 150 ilyen ügye, tehát 150 ezer forintot szedtünk be, nekünk 560 ezer forintba került. Természetesen, tehát ezzel azt akarom mondani, hogy nem az a cél, hogy ezeket a rendezvényeket, hiszen ez ugyanúgy a népi kultúrához hozzátartozik, de ezeket csak úgy lehet kordába tartani, hogy így belépő jegyet szedjünk is, ezt én helyesnek is tartom, ugyanúgy a Szüreti Bárnál, meg ugyanúgy a nem akarok sűrűsznak az Ancsánra. Én azért szeretném, hogy Fesztivál. Jó, én azt mondom, hogy a következő testületülésre most végül is a nyáron nagy rendezvények nem lesznek. Nem, majd augusztustól kezdődik. Nézd a parancsot. Én soha szeretném megkérdezni, nem szeretnék a munkahalló kívülni, persze. Nem lenne okosabb ezt a következő képviselőtestületre nézni? Géza, a következő képviselőtestületi ülési ott van például a Szüreti Bár, ahol én úgy gondolom, a következő képviselőtestület. Azt értem, de addig még ott van például a Szüreti Bár, ami de eddig is fog, Géza, hát a Szüreti Bár eddig is szedtük a pénzt. Én a Búcsának azt érzem, hogy ez a képviselőtestület ezt a ciklus végén dolgozta, és a ciklus végén van egy olyan intézkedés.
De Géza, akkor tartsa Inci ugyanazt a rendet, amilyen ti volt. Így van, ez jó, én azért mondom, hogy maradjon most már ez így már ebben én szerintem ne szóljunk be ebbe a rendszerbe. Ez az én véleményem. Nekem is a véleményem. Csak. Semmi nem változik, akkor nem kell szavazni. A bizottság tett egy javaslatot, a testületnek ebben nem tudhatatni, mert nem köszönöm. Köszönöm szépen. Van-e más kérdés? Hogyha nincs, akkor kérdezem. Akkor a beszámolót elfogadja a képviselőtestület, hogyha igen, kérdés meg a szavazzon, 8 igen szavazottal elfogadja, és akkor a utasbizottságnak a kiegészítéséről pedig nem dönt a képviselőtestület most. Köszönöm szépen! Köszönöm! A Béla Kft. 2009-i üzleti terv módosítása tárgyalva a bizottságot, a bizottság elmondott módosítása. Az a bizottság egy tekintette, hogy mert nem csak ez a testvérülése már korábban is téma volt ez a fiúból, megnézően is tárgyalta, és így a bűnötés módosított anyagot elfogadásra. Ki akarod-e annyi pozíciót beegészíteni? 42.2019-es határozatnak a pontjait kell figyelembe venni, tehát annyi, hogy a adózott eredmény is pozitív lett, tehát azzal ők a támogatást bevételre tudjuk szállni. Van-e a képviselőknek kérdésük az előzetesek kapcsolatban? Ha nincs, kérdezem a képviselőket, hogy elfogadják el a beszámolót, azt tartok a határnak egy javaslatot, hogy igen, kérem, készen se szavazom. 8 igen szavazottal a képviselőtestület elfogadta az üzleti terv módosításáról szóló határozat javaslatot. A következő napirend 2018 évi beszámoló. Tárgyalt a pénzügyi bizottság, kérdezem a bizottság elkért. Ezeket megtárgyaltuk, és elfogadásra javasoljuk a képviselőtestületnek, tekintettel, hogy a többi bizottság is, illetve a felügyelőtság is tárgyalta. Köszönöm szépen, kérdezem az elnököt, vagy igazgatókat, hogy ki kívánod egészíteni. Szépen kérdezem a képviselőket, hogy van-e az előterjesztéshez kérdésük. Ha nincs, kérdezem a képviselőket, hogy elfogadják-e a határozat javaslatot a beszámolóról, ha de igen, jön készül, mert sem szavazzunk, 80 szavazott a képviselőtestület által. 2018 évi belső ellenőrzés tapasztalatairól beszámoló. Beszámol a temetkezés közszolgáltatás helyzetéről tárgyalt a pénzügyi bizottság, kérdezem a bizottság elnökét, a bizottság álláspontja. A bizottság megköszönte a cég munkáját, magas színvonalú a munkáját, ez bizonyítja az az elismerés, amit kapott is, és elfogadásra javasoljuk. Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőket, hogy van-e kérdésük az előterjesztéssel, illetve a határozott javaslatot kapcsolatban. Hogyha nincs, kérdezem a képviselőket, hogy elfogadják a határozott javaslatot. Hogyha nincs, kérdezem a képviselőket, hogy képviselőtestület elfogadta a beszámolót a temetkezési közszolgáltatás helyzetéről. És akkor most van a 2018 évi belső ellenőrzés tapasztalatairól beszámoló. Tárgyalt a pénzügyi bizottság, kérdezem a bizottság elnökét, a bizottság álláspontja. Bizottság álláspontja 61-es idei határozatban elfogadásra javasoljuk a éves ellenőrzési jelentést. Köszönöm szépen. Kérdezzön, ki kívánok elégészíteni. Kérdezem a képviselőket, hogy nem a területi fejlesztésre kapcsolatban kérdésük. Köszönöm.
Kérdezem a képviselőket, hogy elfogadják-e a első ellenőrzés tapasztalatból szóló beszámolót, hogy igen, kérem készen se szavazatlanul. Nagyon szabadottól a képviselőtestől elfogadtam. Tizenötös. Napirend döntés a nagy tudótér bekerítésének előkészítéséről tárgyalta a Település Fejlesztési Bizottságnak, a Pénzügyi Bizottság közvetlenül a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság ellenkezőjét, mi volt a bizottság álláspontja? Igen, tehát nem olvastam fel a határozatot, a lényeg az, hogy felkérjük az önkormányzatot, hogy a önkormányzat rendelkezési szabályzata szerint indítsa el a nagy tudótér bekerítésén, és ezt egy hangot. Hát ez még egy picit azért megelőzi, hogy ezt megterveztetjük is majd utána. Igen, először megterveztetjük is utána természetesen. Tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, Pénzügyi Bizottság elnökét. Igen, jó, hogy mondtad, mert ezt mi kitisztáztuk részletesebben utók segítségével, és így elfogadáson is javasoljuk ezt a tárgyalatot. Köszönöm szépen, kérdezem a képviselőket, hogy van-e az előterjesztésre kapcsolatban kérdésük. Hát én nekem azért az, annyit hagyd tegyek hozzá, hogy most te csodálatot ki nem fogunk elérni. Tehát ehhez más egyéb olyan intézkedések is szükségesek, amik egy kicsit drasztikusak is, hiszen csak maga a bekerítéssel azzal nem adódik meg. Ez egy első lépés esetleg, vagy egy második lépés. Jó. Kérdezem a képviselőket, hogy van ezzel a kérdéssel kapcsolatban kérdésük. Ha nincs, kérdezem a képviselőket, hogy elfogadják-e a tárgyalatot, hogy igen, kérem készül, se szavazom. 8 igen szavazott a képviselőket, hogy elfogadta a tárgyalati javaslatot. Következő napi nem civil szervezetek készítettek, hogy 2019 évi pályázat. Tomboló döntés. Tárgyalta a kulturális bizottság. Kérdezem a bizottság állásponyát, mi volt a bizottság álláspontja? A bizottság a 27/2019-es bizottsági határozatával az előterjesztés szerint javasolja a képviselőtestület felé elfogadásra. És köszönjük szépen a segítséget. Köszönöm szépen, kérdezem a pénzügyi bizottság elnökét, hiszen tárgyalta a bizottság, hogy mi volt a bizottság álláspontja? Támaszkodva a kulturális bizottság határozatára, ami megelőzött bennünket, mi is azt javasoljuk, hogy a előterjesztés szerint hozzuk fel ezt a 3,5 millió forintot. Köszönöm szépen, kérdezem a képviselőket, hogy van az előterjesztéssel kapcsolatban kérdésük. Ha nincs, kérdezem a képviselőket, hogy elfogadják-e a tárgyalatot, hogy igen, kérem, hogy készül a szavazat. 8-9 szavazat, hogy a képviselőtestület elfogadott. Köszönöm, hogy elnézést, hogy elkezdtem a késő foglalkot. A végén tárgyaljuk. Akkor most minden elfogadva. Nagyon szépen köszönöm én is. Viszont látok egy az elasztók. Következő napirend a polgármesteri keret meghatározása a képviselő szervezetek támogatására, ez ugye tavaly lett első évben meghatározva. Ugye erről beszámoltam, hogy tavaly évben egyedül a Tavasi Vakok és Gyengéglátók Intézetének adtunk egy pályázathoz kapcsolódóan egy tanulmányra, vagy erre fizettünk ki, tehát más egyéb felhasználás nem lesz, nyilvánvaló, hogy most is erre felhasználásra beszámolási kötelezettségem van, illetve nem fogjuk értelmetlen dolgokat, amit nem fogom felhasználni, az biztos. Tárgyalta a pénzügyi bizottság, kérdezem a bizottság elnökét, hogy a képviselőt határozat szerint javasoljuk. Köszönöm szépen, kérdezem a képviselőket, hogy van ezzel a terjesztéssel kapcsolatban kérdésük. Hogyha nincs, kérdezem a képviselőket, hogy elfogadják-e a tárgyalati javaslatot, hogy igen, kérem készülnek se szavazni. Igen, szavazott a képviselőtestület elfogadja a tárgyalati javaslatot. A 8-as napirend. Köztettek használatára, valamint az utcai és átszántárlákat szóló 8/2005-ös rendelet módosítása.
Ugye erről nem beszámoltam a munkáspörő ülésen, hogy előkészítés alatt, amit a rendelet tárgyalta a rendelet módosítást, tárgyalta a pénzügyi bizottság, kérdezem a bizottságának, hét még volt a bizottság álláspontja. Mindenkül tisztáztuk, hogy nem a 8/2005-ös rendelet módosításról van szó, hanem a 19/2015-ös jegyzőszer ezt megerősítette, de egy év iránt elfogadásra javasolt a 2-es mellékletével együtt. Jeleztem a pénzügyi bizottság ülésen, hogy a hatályba lépésre kéne visszatérni, mert itt a szokványos szöveg a kiirdetés követően a holdép hatályba maradt. Én azt javaslom, hogy június 1-e évvel. Más egy. Hát ki sem tudom, hogy kiirdetni. Akkor a kiirdetés. Ne ilyen alaki dolog miatt. Mert ez egy többet kötelezettséget ír elő, amit azért úgy kell kihirdetni, mert hatályba létezni, úgymond a jogpolitikai elvárások szerint, hogy legyen időre felkészülni. Honnan van a május első? Nem tud a kihirdetés napján, mert leghamarabb a kihirdetés napján követő napon érdekel. Akkor Akkor nem hogy elő dátumot, és azt mondja. Jó, hogy június első eljárt. Jó, hát akkor majd ez. Jó, ez. Június első eljárt? Nem. Kihirdetés napján már is látom. Jó. A rendelet utal egy nyitvatartásra, amit viszont én úgy gondolom, hogy a reggeli nyitvatartás ebben az időben is vagy nyitva, vagy a nyitás az a 8 óra, vagy 9 óra, az felmondható hamarabb nem jel. Ezt ki kell most nekünk táblázni, ugye az hamarabb van a rendelet is. És én azt javaslom, hogy most lényegében a szürkületet, ugye ez nem tudjuk változtatni, hogy amikor a szürkület kezdődik, akkor neked zárni. Ezt csak úgy tájékoztatásképpen mondom, hogy hát így... Hát most 8 órakor sem tudom teljesen. Tehát most még elég a 4 óra. Nyáron meg majd 9 óra lesz. Jó, szóval, hogy a gyerekeket most már küldjük, nem? Jó, ezek a játszótereken a hirdető tárnán ki lesz, hogy a játszók egy nyitvatartáson. Ezt azért nem vettük bele a rendeletbe, mert ahogy a nappal úgy kell változtatni. Micsoda? Újságban. Tehát egy újságban írjuk fel a természetesen? Írjuk fel a mindenesen. Elég készüljön a... Jó, van-e ezzel kapcsolatban még kérdés? Nekem kérdésem nincs, én a bizottsági ülésen is megköszönöm a munkáját, és mindennel, amit leírt ennek, teljesen egyetlenül értem. Úgyhogy köszönöm még egyszer a fáradtságot. Van-e még kérdés? Mintos parancsolj. Nekem azért van a dolgájaim. Nem. Nem lesz ez erős. Nem. Jó, akkor mindjárt elmondom azt, amit én választom, hogy jól elő is mondom. Mi most jelenleg? Mi most jelenleg? Mi most jelenleg? Nincs itt. Nincs itt. De kardom, hogy kényes kérdésében van egy nagyon jó nyilatkozónk ott. Ja. Én ezt erősnek érzem így. Nem is van kifejteni, és ezért én más tudnék elképzelni, ezért nem is mondtam volna, amit akartam elmondani. De akkor fejtsd, mit tudnánk képzelni? Itt nem fogom kifejteni, mert én már jártam egyszer úgy, hogy utána azt kiforgatták, úgyhogy ezért nem. Ezért mindig tudom, csak egyszer elkozulni. Mindig tudom, hogy a vásárlók. Azt tudom, Miklós, hogyha
ugye ebben aggodalmak van, hiszen mi beszéltünk telefonon is erről, én próbáltalak nem meggyőzni, hanem csak én úgy gondolom, hogy jogszerűen támogat, vagy tájékoztatni, és azt is mondtam, hogy természetesen úgy döntse, hogy a lelkismeretet mondja. Miklós elsütött egy poént, és ezt én tele vagyok én is elsütni, hogyha megint országos út lesz, akkor neked már nagy gyakorlatot van a nyilatkozatban, úgyhogy te hozzád nem tudod a sajtóra. Csak hogy szeres bennünket. Nem, én úgy gondolom, hogy ezt, igen, tehát Miklós elmondta, és meg is értem az akárját, mert lehet, hogy ebből megint országos út lesz. Én úgy gondolom, hogy mind a németi lakosok előtt, mint pedig az országos vagy ország lakossága előtt is ezt az álláspontot maximálisan tudom védeni, vagy tudjuk védeni. Hiszen azon a téren több mint 70, de inkább 80 millió forint értékű sporteszköz, játszóeszköz, sportpálya van. És most már sikerült felérnünk, hogy péntek, szombat, vasárnap délutánként Némedi nem használja a pályát, hiszen jönnek a környékbeli településektől kis buszokkal, személyautókkal, és teljes mértékben elfoglalják. Mi nem zártuk ki ezzel a rendelettel a más településről érkezőket sem, és itt nagyon fontos, hogy most ebbe a pályahasználatról van szó, nem a játszótér használatról, hanem a pályahasználatról. Lényegében a rekordnám pálya, a kosárlabda pálya, illetve a Szent István téren lévő focipályáról beszélünk, amit tömegesen használnak, elfoglalják, és viszont így nem jutottak oda a németiek. Én úgy gondolom, hogy úgy is, mint polgármesternek, és úgy, mint képviselőknek is ezt föl kell vállalni. Lehet, hogy lesz majd egy pár kisebbségvédő, meg liberális jogvédő, akinek ez nem fog tetszeni, semmi probléma. Sőt, hogyha végül törvényességileg azt mondják, hogy ez nem kellene meg, hát akkor a kúria majd hatályon kívül helyezi, addig még kell egy testület is, hogyha ez odáig menne a testületi döntés is, akkor hatályon kívül helyezi. Nem ez volt az első ilyen rendeletünk, meg én tudom benne, nem is ez lesz az utolsó. Jó, köszönöm szépen. Rendelettel kapcsolatban van egy kérdés. Hogyha nincs rendelet módosításról van szó, mindenféle többség szükséges kérdezem a képviselőket, hogy elfogadják a rendelet módosítását, hogyha igen, kérem készítésre szavazzunk. 8 igen szavazottól 7. Bocsánat, nem szavazott. 7 igen és nem. Egy nem, a képviselő testület elfogadta a rendelet módosítását. Köszönöm a elnevezéssel. Igen, a javaslattal teljes mértékben egyetértünk, már csak azért ismerünk az út lakóként. Így van, meg az, maga az elnevezés is, ugye utána egyben hagyományos tennünk kell, és az nagyon találó, hiszen a sokáknak kell. Kérdezem a képviselőket, hogy területfejlesztéssel kapcsolatban van a kérdésük. Hogyha nincs, kérdezem a képviselőt, hogy elfogadják-e a társadalmi javaslatot, hogy igen, kérem készülésre szavazni. 8 igen szavazott a képviselőt. Köztelület, és megjobb, hogy 20-as Dakev Kft. 10 szennyvízhálózat gyógyítási tervezése. Megpróbáltunk egy olyan előterjesztést adni, ami minden részére egyértelművé teszi a területfejlesztést, tárgyalta a Területfejlesztési Bizottság. Kérdezem a bizottság elnökét, hogy mi volt a bizottság álláspontja. Igen, tehát alkoholmester úr szóbeli tájékoztatása után teljes mértékben egyházmester. Annyit azért hadd mondjak, hogy ez majd, hogyha kivitelezésre kerül, ez körülbelül 100 forintos beváltást fog jelenteni. Ezt nem tudjuk. De akkor is kellene, akkor is ez is az alapját nyilvánvaló, hogy ezt akkor is meg kell, mert így tudjuk egyrészt a téli partot, ezért másrészt pedig a minden képviselőtestnek a végén. Van nem esett szó. Hát ez csak egy csatlakozás, ami még tervezés. Most a tervezésről gondoljuk. Igen, persze, csak így lehetőtetésünk, de akkor is meg kell csinálni. Tehát azt egy hangulat elfogadhatod, hogy erről összehetett. Nagyon helyes. Tehát gyakorlatilag a pénzügyi bizottság, kérdődő bizottság, elmegyét, bizottság álláspont. Hasonlóan mi is a tervezés bizottság véleményére elfogadásosan. Köszönöm szépen. Van az előterjesztésre kapcsolatban kérdés. Hogyha nincs,
is kérdezem a képviselőket, hogy elfogadják a javaslatot, hogy igen, kérdezem, se szavazunk. 8-ig a szavazattal a képviselőtestet elfogadta a javaslatot a következő napirendben. Tehát megbízásra dolgok, hogy nem volt egy építési kivitelezésével, tárgyalata, pénzügyi bizottság, kérdezem, hogy csak elnökítő nyugodó bizottság álláspontja. Elfogadásra javasol. Ez nem volt benne a közbeszerzési eljárásban ez a rész, és ugye képviselőtestet tájékoztattam már régebben, hogy célszerűen a dakönyvvel elkészültetni, hiszen így a bérleti díjtelkére meg tudják csinálni. Kérdezem a képviselőket, hogy van az előtt terjesztéssel kapcsolatban kérdésük. Hogyha nincs, kérdezem a képviselőket, hogy elfogadják-e a határozati javaslatot, hogy igen, kérem készülnös a szavazat. 80%-kal képviselőtestet elfogadják a határozati javaslatot. 22-es napi nem tudja a tervezőjének kiválasztása, bárgyalat, a pénzügyi bizottság, kérdezem, hogy csak elmondjuk, hogy a választja. 61-es bizottsági határozatban Miklósra rákérdeztünk, hogy másképp indultunk ezen az úton, de elmondta a mi kétjét, hogy miért van ez így jó. Támogatásra javaslunk. Annyival kiegészítettük a határozati javaslatot, illetve kiegészíteném, mert most már sikerült lényegében azokkal a szervekkel, tehát itt elsősorban a Magyar Vízilabda Szövetség, a Magyar Úszó Szövetség, illetve az NSK nemzeti sportközpontokkal leegyeztetni, hogy milyen műszaki tartalommal írhat ez az úszoda. És lényegében az előterjesztést kiegészítenénk egy tervezési programban, amit kicsit ismertetnék, ez most kiváltozta. Tehát egy 16x25x2,1 vagy 2 méter mélységű medence, egy oldalon ütőkövekkel, egy 8x16 méter és 0,09 méter méretű tammedence, vízilabdázásra alkalmas legyen a medencetér, 50 fős lelátó vendégek számára, utcai cipős, 50 fős lelátó versenyzők számára, ez akár egyben is lehet, hogyha úgy vannak a megközelíthetőségek kialakítva, ugye kiegészítő helységek, különböző üzespont, stb. Szavona maximum 1,2 méter mély medülő medencével, itt azért kell 1,2 méter fölött már 20 mester kellene, hogyha a térben, hogyha ettől mélyebb. Gépészet annyira lett a mint az első szinten, bővítési lehetőség, ugye egy wellness részleggel a későbbében, illetve egy 33 méteres kinti medencével. Tervező alternatív energiahasználatot vegye figyelembe, korszerű gépészet és géptechnikai és utódatechnikai eszközöket tervezem be. Teltén belül útpartilos parktervet készítse a saját kút lehetőséget későbbében, akár termelkút kiépítését vagy a figyelembe, és törökésképpen illeszkedő épületet tervezem. És akkor itt vannak a tervezési fázisok, tehát ennyivel lenne. Kérdezem a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van a kérdésünk. Hogyha nincs, akkor kérdezem a képviselőket, hogy a tervezési programmal kiegészítve a tárgyat javaslatot. Tehát, hogy igen, kérem készülnösen szavazzunk. 8 igen szavazott a képviselőtestület elfogadta a határozati javaslatot. 23-as. Lassú Mindri templom utca felújítás és főút 80 Kalászi Károly utca közötti kerékpár építés, kitörzés, közbeszerzési eljárás indítása. Tárgyalta a pénzügyi bizottság, kérdően a bizottság elnökét, nyugodt a bizottság álláspontja. A bizottság álláspontja eltérő neki küldött határozati javaslattól, hogy mivel nyílt pályázatról van szó, ne legyenek felsorolva és ne hívjuk meg ezeket a felsorolt cégeket. Mindkét esetről ezt a véleményt alkotjuk. Akkor én azt szeretném megkérdezni a pénzügyi bizottságtól, mivel a közbeszerzési törvény szerint több téren nyílt eljárás van, ezért, hogy melyik paragrafus alapján javasolja a pénzügyi bizottság lefolytatni közbeszerzési eljárást. Erre nem vagyunk Whitefield-ek, hogy ezt így most meg tudjam válaszolni, de használtam velünk, ha jól gondolom. Mi azt gondoljuk, hogy ha nyílt valami, akkor az azt jelenti a nyíltság, hogy nem határozunk meg egy kört és meghívunk valakiket, hanem akkor meghirdetjük ott, ahol ezt meg kell, és akár jelentkezhet rá. Képviselő, de a nyílt eljárásnak is van kettőféle változata.
Az egyik változata az, amikor meg kell jelölni, ilyen volt a művelődési háznak a közbeszerzése. Három céget meg kell jelölni, majd föl kell tenni a közbeszerzési értesítésre a tájékoztatót, és 5 napja van a vállalkozásoknak arra, hogy bejelentkezzenek. Ez az 5 nap alatt bárki bejelentkezhet, aki bejelentkezett, azzal le kell folytatni, annak ki kell küldeni az ajánlattételi felhívást. Ez az egyik nyílt eljárás. A másik nyílt eljárás, amikor csak hirdetmény útján indul, és tehát nincs ez az 5 vagy 3 nem, bocsánat, a 3 megjelöltse. Mind a két esetben bárki jelentkezhet, csak az egyiknél egy rövidebb idő van a jelentkezésre, a másiknál pedig egy hosszabb idő van. Én továbbra is fenntartom az álláspontot. Hát ebben így akkor nem tudok előbbre lépni, mert én azt szeretném, hogyha akkor a pénzügyi bizottság meghatározná. De tudunk egyébként előre, néha a hidrográdot kihúzzuk mind a háromból, akkor lehet. Jó, hát ez ugye alapvetően az volt a gondunk, hogy a hidrográdó itt ment a szó szerint feszülés több alkalommal. Jó, akkor itt később. És akkor most újra megjelent a hidrográd. Bocsánat, a hidrográdot a beszerzési szabályzat szerinti beruházásokból zárta ki eddig a képviselő testület, hogy a közbeszerzés az egy teljesen más mód, természetesen itt is, de az a határozat arra nem vonatkozott. Világos. Jó, akkor ezt lehet úgy, hogy ez is egy módosító javaslat? Igen. Jó, akkor... Ha kiveszik a hidrográdot, akkor lehet így csinálni, ahogy eredetileg volt, de ha nem veszik ki, akkor én nem támogatom. Tanácsok Miklós. Most, hogyha ebből kiveszik a hidrográdot, akkor ő is elindult attól a közbeszerzési eljárásra? Miklós, nem. Tehát, hogyha kiveszük a hidrográdot, akkor, hogyha az előterjesztésből veszünk csak egy hidrográdot, akkor meghívásos. Tehát lényegében a többi 7 vagy 8, mert 8-9 területére, akkor ők adhatnak ajánlatot, tehát ő nekik lesz kiküldve az ajánlattételi felhívás. Hogyha a másik, amit a pénzügyi bizottság javasolt, ott nincs kivéve hidrográd, tehát ő is indulhat. Jó, azt mondom, mert arról volt szó, hogy a pénzügyi bizottság azt mondta, hogy nyílt. Igen, azoknak a folytasson. Igen, volt egy bizottsági tagunk, aki Whitefield nálunk, ő vágta át idézően a Gordiusi csomót, mikor előjött ez a dolog, hogy most miért van itt a hidrográd, akkor ő azt javasolt, hogy ha nyílt, kérem szépen, akkor azt mindenki jöhet rá, ő is így értelmezte, hogy én értelmeztem, hogy hirdessük meg nyíltként, nem kell senkinek kiküldeni, és aki akar, még ezen kívül 15 is beadhatja, hiszen pont a hidrográd kérdésnek volt az, hogy hát akkor jöjjön kérdésben. Most, hogyha ha viszont ez a határozatból kiveszik a hidrográdot, akkor fennmaradó így jöhet csak? Igen. Csak a kettő között óriási különbség van, hát, mert még egy nyílt közbeszerzésnél tényleg bárki jöhet. Jöhetnek arra az alkalmazottak. Így van, tehát akkor jöhetnek azok a, mondjuk így, hogy táskás cégek, tehát akik... Hogy akiket nem ismerünk. Akiket nem ismerünk, akikkel nincs... igazából komoly referenciák, még hogyha meghívásos a pályázat, legyen az bármennyi tagú és népsorú, akkor csak őket, akkor azok a cégek, akiknek nincs akár a Vasmajdon, akár itt a környezetben semmiféle referenciája, akkor ők nem indulhatnak, hiszen nyilván ebben a listában csak olyan cégek szerepelnek, akiknek bármiféle referenciája van itt a környezetünkben. A teljesen nyílt közbeszerzés, mert azt mondjuk, hogy bárki jelentkezhet, ami azért nem egy túl szerencsés dolog, mert elviheti egy olyan cég a legjobb ajánlattal a közbeszerzési eljárás, aki a legjobb ajánlatot adja, viszont az ő munkáját nyomon követni, vagy túléletét, az már meglehetősen problémás, hiszen lehet, hogy megkezdve munkát eltűnik, felszámolásra kerül. Rengeteg ilyet hallunk, tehát mindenféleképpen egészségesebb a ismert cégeknek a meghívásunk. Itt azt kell látni, hogy ki legyen benne a képet. Van ezzel kapcsolatban kérdés? Köszönöm, ez annyit fűznek, amikor most válaszálhatod, hogy azért most itt te is elhattad azt, hogy lehet, hogy jön egy olyan, aki lehet, hogy olcsóbb át tudja csinálni ezt a munkátokat. Most vegyük figyelembe ezt, amit te mondtál. Ugye nyilván, hogyha olcsóbb,
nem lehet azt, hogy lehet rosszabb munkát viszont, hiszen a hidrográfus valaha elkezdte, de amúgy jött ide névedel, hogy már ezer éve itt dolgozott, valahol elkezdte. Arról sem volt referenciája. Tehát egyszer elkezdte, és megláttuk, hogy milyen munkát csinál. Én úgy gondolom, hogy ha nyílt, akkor jöjjön ide mindenki, de egyébként a meghívás. És akkor én azt mondtam, hogy én van teszem, hogy jöjjön az oktatáskal, csak az oktatáskal jó célt szolgálja. Ne az oktatáskal, hogy bújtálja a táska, és nem tudja, hogy hova vándor a táska. Viszont nem mondok többet, de nekem ez a véleményem róla. Amit akkor válaszoljuk erre, a kipróbálni bármelyik más, nem mindegyik cég dolgozik a alsó menet. Viszont mindegyik céget ismerik, tehát komoly módon rendelkezik, ismerik a munkáját. Tehát nem azt jelenti, hogy itt alsó menet. Bár mindegyik cég, valamennyi felsorolt cég dolgozott már, hanem itt a környékbeli településeken ezek a cégek már működnek, dolgoztak, vetették a munkájukat, ismerik őket. Nem tegnap előtt alakult cégek, több éves, jó esetben több évtizedes cégek. Itt egy aktatáskás cég, az lehet egy fél éve alakult cég, aki erre a projektre elindul, megnyeri, felveszi a pénzt, majd eltűnik, és így biztos, itt fogunk maradni rengeteg problémával. Ezt nagyon-nagyon nem szeretném. Tehát legyen a... Tehát én nem azt mondom, hogy a versenynek terjesztjük ki. Tehát lehet még ezt a listát is bővíteni, mint ahogy a legutóbbi utánál is én ezzel érveltem, hogy nyugodtan kiterjesztetjük ezt a listát, de olyan cégekkel, akiknek van referenciája, akiket ismerünk, van múltja, és nem kell attól tartani, hogy a beruházás végén egyszer csak eltűnik, és itt marad munka rengeteg problémával. Én arra kérem a képviselőket különben, hogy Ölkényre menjenek el, és Kovács polgármester úrtól kérdezik meg, hogy hogyan a sport csarnokuk. A Gomi lett volna a második, kihirdették a alkatáskás beruházót, és fél állapotban van a tornacsarnok, körülbelül 5 év óta már nem hozzá se jutak, azóta ez így. Én sem nem javaslom azt, hogy teljesen közbeszerzés legyen. A képviselőtestület, hogyha azt mondja, hogy kizárja hidrográfot, zárja. Szíve joga, megteheti, értek, nem értek oda egyet. Nem fogom már újra tárgyalásra küldeni, mert... Én nem támogatom azt, hogy teljesen közbeszerzési eljárás. Jó, volt egy javaslatom, tanár pontot szervezni, hogy ebből a listáról legyünk ki, és maradjon a többiek. Jó, aki, vagy bocsánat, valamelyik ezzel kapcsolatban valakinek javaslata. Első számú módosító javaslat az, hogy nem tudom melyik paragrafus alapján teljes nyílt eljárásban folytassa le a közbeszerzést az önkormányzat. Ez volt a pénzügyi bizottság javaslata, aki ezzel egyetért kérdezmese szavaz. 4. Módosító nem. 4 nem. Módosító javaslatot nem kapta a képviselőtestület. Második módosító javaslat, szintén jött a képviselőtől, illetve most jött képviselőtől, hogy a hidrográfot zárjuk ki. Aki ezzel egyetért kérdezmese szavaz. 4. Nem? 4 nem. Akkor az eredeti határozati javaslatot teszem a szavazásra. Aki határozati javaslattal egyetért, kérem készülmessel szavazzon. 4. Igen? Nem? 4 nem. A döntés nem született a határozatban. Nem előtt
elutasító döntés született, hanem egy egyáltalán nem született döntés, akkor lehet folytatni a tárgyalást, dolgon találkozni és fel lehet mondani. Jó, akkor a település érdekeit figyelembe véve, és úgy látom, hogy nem mindenkinek ez a fő szempont, én elfogadom azt, hogy a hidrográf legyen zárva, úgyhogy akkor a vitát még egyszer megnyitom. Mit most parancsolj? Én okosan elhallgattam azt, hogy ki legyen zárva. Jó, csak még most így nem tudunk építeni, tehát költségvetésbe vele. Tudom, hogy sok embernek ez a cél, ez lenne jó, hogy nem indulnének. Én úgy gondolom, hogy nem erre tettük fel az esküt, település érdekében igenis én hajlandó a kompromisszumra. Tehát... De szavazás előtt, vagy szavazás, de folytatjuk az ülést. Akkor György képviselő úr fenntartja azt a módosítást, hogy zárjuk ki a hidrográfot. Igen, én két kompromisszumot tettem. Az egyik nem zárják ki a hidrográfot, magyarul nyílt közbeszerzés. A másik volt utána, amikor már láttam, hogy ezzel sem ér a pénzügyzottság cél, akkor mondtam azt másodikként, hogy zárjuk ki a hidrográfot, és a többi menjen. Jó, hát akkor zárjuk ki. Mind a kettő, én azt gondolom, hogy jó javaslat volt, és az első nyílmény, bocsánat, a másik oldalra tettem, hogy úgy fejezzem ki magam engedményt, azzal, hogy így közbeszerzés legyen, és akkor jöhet a hidrográf is. Hát akkor én azt javaslom, hogy menjünk, mert annak óriási veszélyei vannak fönt, hiszen mondom, példákat tudni hozni, ahol kivitelezés megkezdése előtt, vagy megkezdése után, vagy megkezdése közben lelépett a beruházó, és mondom, konkrét például lényeg, hogy több évig van, akkor azt javaslom, hogy zárjuk ki a hidrográfot. Természetesen azok a meghívottak, akik benne vannak, azok mind alkalmasak arra, hogy ezt a beruházást megvalósítsák. Ugye eddig a tapasztalat az volt, hogy a hidrográf adta mindig az egyik legjobb ajánlatot, most lényegében ezzel lett, hogy képülő vagy az önkormányzatnak kárt okozunk, de ez vélelem. Így természetesen vélelem. Igen, csak eddig az nem vélelem volt, hogy ő adta a legjobb árajánlatot. Ezt utólag lehet mondani, és én elfogadom, tehát a beruházás sok folytatása érdekében, én elfogadom ezt, igen, a jelen fél csapat érdelése számomra nem logikus, de elfogadom. Miklós parancsol. Két gondolatot szerintem is, és nem akarom hosszú engedni. Az egyik a nyílt közbeszerzés ellen én azért átállok, mert otthon sem, hogyha valami felújítás történik, hogy valamit csinálunk, akkor nem úgy hirdetjük meg, hogy most nyilván országosan kell, hogy bárki jöjjön. Nyilván mindennyi, amikor a festés van, vagy bármi különös, amikor valami olyan munka, akkor azt úgy csináljuk, hogy ismeretség alapján, hogy mi is ismerjük a... Miért? Azért, hogy nem karakószövetségből voltunk ide ások vagy festők, hanem olyan a dolgoztatunk, akit ismerünk. Tehát én ezt az elvet fogadni, illetve ezt az elvet követném itt is. És én továbbra se értem, tehát én az, ha egy 15 név lenne, vagy 25 az se lenne semmi problémák, én is ugyanaz a véleményem vagyok. Az esetek nagyobb százalékában ugye a legjobb árajánlatot adta a hidrográf. Semmi eset sincs több probléma vele, mint bármelyikkel itt, és ismerjük őket. Miklós, ezt nem akartam felhozni, de most így elsőként felhozom neked a kérdést, hogyha megengedett és őkkel ránézel, hogyha te otthon festetsz, akkor te feladsz egy hirdetést, hogy ki szeretnék festetni három szobát, egy konyhát, egy nappalit, és aki a legjobb ajánlatot adja, az a festetem. Ugye én otthon te így csinálod. Nem, én nem voltam. De nem. Nyilvánvaló, hogy aki ismer, és akiről jó véleményét akarok, de amit megszavaztatok pénzügyi nagyért, az nem ezt jelenti. De akkor még szavaztad meg, csak úgy megkérdezem. Mások a szabályok, nem szabad összemosni itt az almát a költségét. Hát ezzel meg szerintem még jobban kell. Ez nekem nem mond. Én belenézek a tükörbe. Itt is vannak érvek, ott is vannak érvek. De hogyha te saját otthonodban nem ezt alkalmazod, és azt mondod, hogy ezt nem lehet alkalmazni, ugyanakkor elkényszerítitek ezt az önkormányzatot. Jó, én csak ennyit akartam mondani.
Jó, akkor módosító javaslat, hogy a hidrográrat zárjuk ki, aki ezzel egyetért, kérem készen és a szavazzon. Hát egy kéz is elég polgármester. Akkor egyet összek fel, bocsánat. Mit? Öt igen, nem? Kettő nem tartózkodott, egy tartózkodással a módosítást elfogadta, és akkor a módosítás kell. Ez a ez volt a templom utca felújítás, amely erről beszéltünk, akkor én javaslom, hogy ugyanígy a járta felújítást is igény fölvetődött, hogy ez biztos eléri az értéket, tehát nem biztos, hogy eléri, de mivel erre be van adva egy pályázatunk, és a pályázatnak feltétele az, hogy csak és kizárólag a közbeszerzésen során választhatjuk ki a kivitelezőt, ezért jött ide beletéve. Ugye ez benne van a költségvetésben, ott is elmondtam, hogy ez a szakasz lényegében a Hentesháztól a Halászi utcáig megy, és lényegében ezt ugyanúgy, mint a bölcsődénél a pályázat kimenetelének vagy eredményéből függetlenül ezt meg kívánjuk valósítani, hiszen erre a forrás, hogyha nyerünk a pályázaton, akkor ez is megvan, és ezt el tudjuk számolni, hogyha nem nyerünk, akkor még erre a projektben beállított önerő pont fedezi ezt a részt. Tehát akkor képviselő úr, ugyanerre volt egy javaslat a pénzügyi bizottságnak azt, hogy nyílta, menjen. Én ezt nem javaslom, volt egy másik javaslat, hogy zárjuk a hidrogrártot, az előző határozatban elfogadtam, tehát módosító sorrendbe fölteszem, aki egyetért azzal, hogy nyílt eljárásban folytassuk a közösszet, és kérem készülésre szavazzon. 4 igen, aki nem ért egyet, 4 nem. Másik határozat, hogy módosító javaslat, hogy a hidrogrártot zárjuk ki a közbeszerzésből, aki ezzel egyetért, kérem készülésre szavazzon. 5 igen, nem, 2 nem, 1 tartózkodásra képviselőtestet elfogadta a határozati javaslatot. Következő 24-es. Akkor következő napi nem karasztizni járva felújításnak közösszetési eljárás indítása. Tárgyalgat én, hogy bizottság kérdően a bizottság állat, hogy jó, hogy bizottság állat. Ugyanaz, mint az elvégre, hogyha mondok, hogy szeretem a szemben, hogy viszont minden fel. Tehát itt is mondhatom, hogy ugyanaz a két módosító határozat? Igen, van egyszer az, amit beírtunk a 70-esben, melyben nincs egyáltalán, tehát simán nyílt, senki nincs benne, illetve én neked itt személyesen volt szóban, hogyha kizárjuk a hidrográrdot, akkor elfogadom, hogy a többiek kapjanak értesítést és nyílt. Jó. Van ezzel kapcsolatban kérdése valakinek? Hogyha nincs, kérdezem a képviselőket, hogy első módosítást, hogy nyílt eljárásban folytassuk le. Elfogadjuk a képviselőtestet, hogy igen, kérdezik készülni, hogy szavazzunk. Aki nem fogadja el, 3 nem, tartózkodott, 4 tartózkodás. Szerintem 4 volt. Tessék? 4 volt az igenis. Nem volt igen. Jó, hát a módosítót nem tudott el a képviselőtestet. Következő módosítás, hogy a előtte vagy a határozati javaslatról a hidrográd kártét zárjuk ki, aki ezzel egyetért, kérem készülésre szavaz. 5 igen, nem, 2 nem, tartózkodás, 1 tartózkodásról a képviselőtestet elfogadja. Halászi Károly Művelődési Ház, klímakizáló, klímaszerelés, kivitelező kiválasztás, bontotta a pénzügyi bizottság, megkérem a bizottság elnökét is. 72-es határozatunk van, de én úgy látom, hogy nem ez a cég az, aki nyerte, mert ez nem a kiadás és társa, hanem az a Happy Set Call, tehát ez rosszul van gépelve. Az a helyette elmondom, hogy ki az 5-ös számú, az előtérző és második oldalán az 5-ös számú Happy Set
Kohl Kft. Alsónémeli Bajcsi 32, ő adta a legjobb ajánlatot. És fejből nem tudom, hogy ez az a szám, de a segélyen 5.196.000. Ez a bruttó? Bruttó. Nem tudom, és hát ebből. Ne, és az volt a rossz. Nem jó. Szerintem. Nem tolják, de nem
de Ferenc utcában indultunk, tavaly nem nyertünk, tavaly előtt ugye Feresmarty utcában indultunk, akkor nyertünk 15 millió forintot. Hogyha még mielőtt valaki megkérdezi, hogy miért nem tettük bele például a Szilágyi Erzsébet közöttben nem lehet, mert csak szilárd burkolatú út felújítására lehet pályázni, és a Mórvás út az nem szolgál szilárd burkolatnak. Ugye a Veresmartinál ott volt egy elég hosszú beton, lebetonozott rész, amivel tudtuk mondani, hogy ez beton. Kérdezem, ilyen tárgyalta a pénzügyi bizottság, kérdezem a bizottság elnökét, hogy mi volt ez a bizottság állása. Hogy induljon. Kérdezem a képviselőket, hogy van az előterjesztéssel kapcsolatban kérdésük. Hogyha nincs, kérdezem a képviselőket, hogy elfogadják-e a tárgyalati javaslatot, hogy igen, kérem készülésre szavazunk. 8 ilyen szavazatban a képviselőket elfogadta a tárgyalati javaslatot. 28-as napi rend, ászlopó ellenőrzés, figyelemfelhívó levél, tárgyalt a pénzügyi bizottság, kérdezem a bizottság elnökét, hogy mi volt a bizottság elnökünkre. Hát reméljük véget ér már ez a tavalyán is mondható. Javasoljuk elfogadni. Megjegyzett neki kívánom beegészíteni, mert van a előterjesztések esetben valami kérdése. Hogyha nincs, akkor kérdezem a képviselőket, hogy elfogadják a javaslatot, hogy ez bizonyosan szavazzunk. 8 igen szavazatot a képviselőket, hogy elfogadtam. 29 polgármester beszámolja, milyen gondolkodnak a kérdések, amit volt ott, vagy nem bűtsek meg. Jövő hét, nem csütörtök, hanem most csütörtökön Farkas úr, hiszen már az óvoda, bocsánat, a bölcsőde kialakítása el van indítva, egy közbeszerzés lezárt szerződést kötöttünk, egy év van a kivitelezésre, még utána mondjuk egy hónap a berendezésre, de azt jelenti, hogy bővítettük a lényegében hasonlítani a bölcsődi ellátást egy új intézményben, amiről majd később még mondta a képviselő testület, hogy ezt önkormányzati vagy meg egy fenntartásra kívánni adni, biztosítani ezt a bölcsődi ellátást. Ezt azért mondom, mert égető probléma az önkormányzati konyhának a bővítése, hiszen, mint említettem, 560-70 adagot is főztünk már, és ez a konyha 500 személyes, arra is nagyon-nagyon kihegyezve, illetve pont a héten volt egy névük ellenőrzés, ahol bizonyos hiányosságokat tártak föl, ami nagyon, és így el is fogadták, hogy ezen változtatni kell. Az iskola részéről a jelzés, illetve a konyha részéről az egyik jelzés az, hogy maga a kicsi az étkező. Ugye ezt tudjuk, hiszen csoportosan rövid idő alatt étkeznek, és nagyon súgfolyó. A másik, maga a konyhának bizonyos elemei nem kielégítőek, tehát például javasolt a négy a tiszta mosogatónak, a fehér mosogatónak a áthelyezését, javasolta a kenyértárolónak a kibővítését, meg még egy kicsi dolog, a öltözők, a fekete-fehér öltözőnek a kibővítését, szociális helység, a konyhásoknak ugye egy kis pihenőt, ilyen, ahol meg tudnak ebédelni például, olyan helyet kell, vagy étkezni tudnak, le tudnak tudni, olyan helyet kell biztosítani. Ugye, hogyha a bölcsőde elkerül, akkor most a szolgálati lakásban a családi bölcsi üzemel, és én ezt képviselő testület felé már jeleztem, és ez hallgatólagosan jóvá is hagyta a képviselő testület, hogy a szolgálati lakás rovására a konyhát és étkezőt ki kell bővíteni. Jövő héten, nem jövő héten, csütörtökön Farkas úr megnézni ezt, és közben megnézzük a konyha bejáratnak a kialakítását, burkolását, hiszen ott pedig a katasztrófavédelemnek volt az a kikötése, hogy a gyerek és a
autós telefonnak azt teljesen szét kell választani, illetve az iskola igazgatónak is az a véleménye, hogy a hátsó bejáratot egy az egyben meg kellene szüntetni, hiszen hátulról most bárki ellenőrizetlenül be tud menni az iskolába, tehát a szülők egy része már nem semmi megy, mert nem engedik, hanem megy hátra és úgy megy föl. Hát ezért jön egyrészt Farkas út csütörtökön. Ezt elindítjuk, lehet, hogy jövőre is lesz erre pályázat is, ha nem lesz pályázat, akkor még természetesen ezt saját öngyűlőt meg kell valósítani. A következő a Ovoda csoportszoba bővítés és Rákóczi utca telephelyen tornaszoba kialakítás, szintén csütörtökön nézzük át Farkas úrral, hiszen a mostani, tehát az ez évi belső ellenőrzésen az Ovoda működésével kapcsolatban föltártak egy olyan hiányosságot, hogy a törvény azt mondja, hogy 50 négyzetméteres csoportszobák kellenek, de minimum 2 négyzetméter per fő. És ezzel nem felelünk meg mindegyik csoportszobának. Tehát, hogyha a törvény, illetve az MIMI rendelet szeret alapján működik, akkor 13 gyerekkel kevesebbet tudnánk ellátni, mint amennyi desműködési mérünk van. Ennek kapcsán, hogy ez bármikor magyarul eltilthatnak bennünket attól, hogy 225 fővel dolgozzunk, ezért célszerű ezt megvizsgálni, erre fölkészülni, és ezt összekötni azzal, hogy a rendőrzői telephelyen nincs tornaszoba, tehát megvizsgálni annak a lehetőségét, hogy hogyan lehetne kialakítani ott egy tornaszobát, meg plusz egy csoportszobát. Lehet, hogy nem tudjuk, hogy a demográfiai hullámok hogyan alakulnak hosszú, vagy a helyzet hogyan alakul hosszú távon, tehát most az ellátási kötelezettségünknek el kell tudunk tenni, tehát akire a törvény azt mondja, hogy óvodai ellátásban kell részesíteni, azt mindenkit fel tudunk tenni, de az igény már most is több lenne, hiszen azokat a személyeket, akik akár már 3 évesek, de még a törvény szerint nem vagyunk kötelesek ellátni, nem tudjuk mindegyiket ellátni. Tehát ezért is célszerű ezt megvizsgálni. Beruházásokkal kapcsolatban az orvosi rendelőnél a belső burkolások most már tartnak, aki arra járt és benézett, láthatja, hogy a felső szinten és az alsó szinten és a külső nyilászárók a bejárati ajtók kivételével el vannak helyezve. Lényegében rövid időn belül elkezdődik a környezetkialakítás, tehát a térburkolatok, és következő testületi ülésre előterjesztésként a kertészeti kialakítás, mert az ugye nem volt benne a közbeszerzésben, ezeket is be fogjuk vinni. A déli kerékpárútnál egyetlen egy dologra várunk még, hogy gyakús piktogramokat kell fölfesteni egy párat, és akkor ott le lehet zárni a műszaki átadás áttételt. Az északi kerékpárútnál a szegélyezés megtörtént ott jövő héten, vagy pedig egy csütörtökön, vagy jövő héten hétfőn kezdik a CKT-nak a kialakítását, és akkor utána csinálják az aszfaltozást. Az Árpád utcai csomópontnak a műszaki ellenőrzése megtörtént, vagy a műszaki átadása elkezdődött. A közút ismét egy kisebb korrekciót írt elő, ami az elfogadott terv szerint készült el, de most azt mondjuk, hogy ez így neki nem jó. Ezzel a korrekció megtörténik, akkor megtörténik annak is a teljes műszaki átadás átvétele. Bölcsödét említettem, május 15-e környékén kezdődik a tényleges fizikai vagy bontási kivitelezés, de már folyik ott is az előkészítés.
röviden ennyit. A beszámolóban kapcsolatban van-e valami megkérdése? György képviselő. Ez az Árpádnál a Budapesti jövünk ott, mint a kanyarodásnál, mint egy egész széles sáv, nincs leaszfaltozva, de lesz aszfaltozva? Hát ez az egyik, amit kiírtak. Hát ugye az elvileg nem a miénk lenne, de hát nekünk kell aszfaltozni. Éppen a mai napi bejárásunk a részben, igen, azt kérték annak a fogalmásnak. És a kollekció, tehát hogyha megvolt a terv, hogy elfogadták, annak alapján megépült, és utána jöveszik be, hogy másképp kellene csinálni. Tudod, hogy ebben tudtuk behajtani, de nincs, hogy ez, amikor felelősségek állt, nincs. Ugye? Hát és tudod, az a vélemény, hogy nem lehet díszel a sohogy menni, nem tudod, hogy egész gyermekben készül. Nagyon sok kritika ér. Hát én meg azt mondom, hogy nagyon-nagyon jó lett az a csomópont. Mert persze, tehát lehetne azt mondani, hogy miért nem építettünk oda egy körforgalmat, mert az a forgalom. Igen, bocsánat, akkor visszakérdezek. Az Árpád úton még sokkal nagyobb lett volna akkor a forgalom. Az a célunk? Hát nem mondhatom, itt egy első cél az lett volna, hogy én egy felületet ahhoz, hogy egyet normális dolgok átkerül, akkor próbáltuk volna. Annak idején te megnyitottad, mert azt mondod, hogy akkor kikerülne a villanyoszokkal, áramot kivezetni, meg ennyivel tette be a gyalog átkerült is. Én szerintem, hogy sokkal jobban lehetett volna a simánkat, jobban átgondoltuk volna jobb. Tehát ezt leraktad félre, amikor azt mondtad Lettel, hogy egy adott átkelőtnek nagyon sok kritika ér német, hogy mennek a temetőbe, jönnek az emberek, nem tudnak. Most se lesz külön, és nem sokkal lesz külön az átkelés. Nem sokkal lesz külön. Miért mondod, hogy nem? Mikor az átkelés az a nem? Egy kiépített középszigetes gyalog átkelő. Ettől jobbat nem tudunk épülni. Amit én kritikálni. Középszigetes, így van, hát egy olyan gyalog átkelőre épül, ahol csak a út közepéig kell figyelni. Hát az átkelésen nem lesz probléma, véleményem szerint azt mondjuk, hogy a település fejlesztés is föltöttem, én nekem az Árpád utcai, a középső sziget az a széles. Nekem csak ennyi problémám van, az, hogy az ötösön az teljesen jó, az elhúzás is rákényszeríti az autókat, hogy lelassuljanak, a kifelé jövőket rákényszeríti, hogy lelassuljanak, le kell az igazítani ott. Tudomásul kell vennünk, hogy ennek az egész rendszernek forgalom lassítás volt a célja, aminek a járművezetők nem örülnek. Mert mi szeretünk gyorsan haladni. Mindannyian. Tehát aki Budapestre jön be, Alsó-Nagymedire, az rá lesz kényszerítve arra, hogy lassítson. Aki befordul az Árpád utcára, sokkal lassabban tud befordulni. Ez biztos az probléma. Ez neki éppen volt a célja. Igen, de a sofőrök panaszkodnak, hogy nem tudnak bekanyarodni. Nem is egy kis kanyarodjénet, mert kanyarodni, Árpád odavast, hogy nehéz kívül kanyarodni. Árpád odavast, hogy nehéz kívül kanyarodni. Kajt menni, igen. Sőt, ott még lentebb is lesz hülyeztem. Meg hát a buszokon kívül nagyon ne fordulj el akkor a tehere oda, aki nem tudom, hogy fordulj. Persze, megy német ide befele, az a másik. Tehát buszokon kívül ne nagyon forduljon akkor a teherautó, aki nem tudott kifordulni, ne forduljon be a faluba. Hatton más tábla van az Árpád úton végig. Hát az ég, jó, de a nyerdes úgy megfordul, mint annak a rendje. Jó, be tud, de mondtam, hogy nem tud, hogy csak ki tud fordulni, csak oda kell figyelni kétségmentén. Tehát az egy az szükletén meg kell szokni és kész. Szerintem semmi gond nincs rá. Egyébként érdekes, van olyan buszsofőr, aki gond nélkül tud kanyarodni, és van, aki tényleg, akinek tényleg az autókhoz. Ugyanolyan típusú busszal. Most akkor az úttal van gond, vagy a sofőrrel? Is. Hát azért én azt nem mondom, hogy a pénzünkön sem múlott, mert ez egy pályázat keretébe lett éve, és a pályázatban igen meg volt határozva, hogy mennyi részt lehet, vagy mennyire lehet pályázni. Tehát a szándékunk meg volt. Szerintem igen, tehát én úgy gondolom, hogy ki kellene szállni az autóból, és mondjuk tényleg gyalog vagy, ahogy Kálm is mondja, bőrkocsire vagy biciklivel, elég sokat járom a falut, és
úgy, tehát nyilván ez azért a kialakítva a biztonságos átvezetés miatt. Az nem is baj. A jó, átvezetés is jó. Ez meg egyértelmű, hogy csökkenteni kell. És az, hogy, hogyha oda egy olyan csomópont épülne, ami az átvágótól még könnyebbé tenni a kikanyarodást, akkor még sokan lenne a forgalom az átvágótól. Ezt figyelmesen lehet. Van erre beszámolóval kapcsolatban? Miklós van csinálni? Én csak kiegyezni szeretném, hogy a saját dolgaimmal iskolától, ez kultúrai bizottságülésen már elmondtam, felkérést kaptam, hogy a felsősöknek a Széchenyi Napok keretében a tanuló jogairól beszéljek. Hát a felkérést nem tudtam, hogy minden osztálynak külön-külön kell ezt megtenni, de természetesen elvelegetettem is, és nagyon nagy élmény volt a gyerekeknek erről beszélni, egy képes tájékoztatót, minden egyes osztálynak volt lehetőség kérdezni a végén visszakérdezéssel. Én azt gondolom, hogy a Balatér, akkor értük, érdemes dolgozni ebben a valóban mi miattunk, és természetesen azért a képzeletében később. Köszönöm még ezt a lehetőséget, hogy ezt... Én megköszönjük, hogy ott voltál. Jó. Juhász úr. Polgármester, én azt szeretném megkérdezni, hogy többször javasoltam már a Vidék 95 Kft-t meghívni útépítési projektekre, és egyikbe se került bele, közbeszerzésbe sem. Van valami oka, ők elzárkoztak, és a rögnél se kerestek. Itt a képviselőtestület. Én személy szerint biztos, hogy engem nem érti a megkeresés, itt a képviselőtestület. Hozzá kell fordulni. Itt tárgyalt a képviselőtestület, én úgy gondolom, hogy akkor a vita lezárása után... Bocsánat, nem, én most nem erre gondolok, mert ez már egyébként több hónapos ügy, amikor ugye pont az jött fel, hogy ki kerüljön meghívásra, akkor én többször, kétszer vagy háromszor is javasoltam a Vitér 9-et. Cikketbecsén vannak egyébként, komoly, viszont a komoly cég, több mint 30 éves cég. Csak arra vagyok kíváncsi, van-e esetleg valami olyan, hogy megkerestük, de nem adtak ajánlatot, vagy elzárkóztak? A lehetőség itt kellett volna, elmondtad. Én most nem erre a projektre gondoltam most, ami a nem tudom, hogy a napirend volt, hanem csak általában. Általában is a testület döntött, hogy ki legyen meghívva. A testület döntött arra, hogy ki legyen a beszerzési szabály szerint a meghívottak. Itt volt, föl kellett volna. Na bocsánat, de én akkor is javasoltam, csak valami miatt gond felhívjuk a bizottságnak, hogy kivezetnek. Már több alkalommal fölmerül. Lehet javasolva akkor is, mint most, hogy amikor a napirendes már véges téged lezárt. Nem. Hanem amikor pontosan akkor, amikor a lehetséges kivetelezők, talán pénzügyi bizottsági ülés volt, mire a beszélgetési szabályzat alá esik, csak azért kérdeztem meg, hát ha esetleg valami miatt a munkavitép esetleg elzárkózott az olyan adás elől, tehát ilyesmi oka lenne a dolognak. Nem emlékszem, hogy itt van elnök úr is, hogy konkrét javaslatra így pénzügyi ülésen nem emlékszem, arra viszont biztos vagyok, hogyha érkezett ilyen konkrét javaslat, akkor magam részéről, de a bizottság sem biztosított a Én azt javasolnám, hogy célszerűen megkeresni őket is. Sziget-Szent Miklóson egyébként nagyon sok referenciájuk van. És még nem zárták ki ott helyben? Milyen? Vitép kell? Vitép 95. Vitép 95. De akkor próbáljuk meg emlékezni, lehet, hogy legközelebb van, én a név is kerüljön benne. Minket kerülne egyet? Nincs ez, nem semmi. Bocsánat. Én is említem meg a bizottság. Ne egyetlen beigatkozom már. Szabad kérdezni? Igen. Pétertől talán tudni, hogy ki lesz a jövőjárási hivatal vezetője, nem megvan a szíve. Sajnos ezt nem lehet tudni. Úgy tűnik, hogy egyelőre nem is lesz hivatal vezetője, hanem sokkal inkább egy átmeneti időszak, amikor a mindenkori helyettes fogja ellátni a hivatal vezetői feladatot. Én Németh György. Köszönöm szépen. A 10-es ponthoz, hogy volt egy komplet hatósági ellenőrzési vállalkozásnál, lehet, hogy titkos, és azért nincs kiírva, hogy kinél volt ez. És mit jelent az, hogy mi is észlettünk önkormányzat, mint hatóság, vagy más hatóságból van szó? Tisztelt az önkormányzat is, igen. Köszönöm. Illetve polgármesteri hivatal. Úgy érte, persze. Köszönöm szépen.
Én is itt voltam. Úgy néz ki, hogy jelentős építményadót sikerül majd behajtani rajtuk. Más kérdés? Én is kérdezem a képviseletet, hogy elfogadják a beszámolót, hogy én kérem köszönöm, és a szavazom, hogy itt igen, egy tartozom, és a képviseletet elfogadják a beszámolót. Következő napi nem fogja be oda kapatérjel. A pénzügyizottságon igen, született egy határozat, az 50/2009-es. A téma már nem mostani követő, és egy az fenn volt felkérve arra a két bizottsággal ezelőtt, hogy készítsen egy anyagot, hogy hogy lehet megoldani, hogy a pedagógusok is kaphassanak a kafetériát, úgy, mint a többi önkormányzati dolgozó, illetve a önkormányzati dolgozó, nem többi, mert egy önkormányzati dolgozó. Végül is oda jutott Jerci asszony egy két anyagot elintált, ami szerint kimutatta, hogy ha kafetéria lehetne akkor, illetve mivel nem lehet kafetéria, így csak az megy, mint a jutalmazásnál az egyéb vonatkozásban. Ezen belül is három variációt kidolgozott, a 2-es, 3-as, 4-est, és a bizottság egy szavazás után figyelembe vehető 43 főre vonatkozóan a 3-as számú sorban variációt javasolja a képviselőtestet elfogadása, amelynek ugyanaz a módszere, hogy nem kafetériaként, hanem jutalomként lehet kifizetni. Szeretném megkérdezni az előterjesztőt, hogy ez kimondott kafetéria juttatás kiváltására vonatkozik? Igen. Kafetériát helyettesítő juttatásra fedezésére, igen. Jó, tehát ezzel akkor viszont van egy kérdésem, mert ugye a bér jellegű juttatás és a kafetéria juttatás között óriási különbség van. Tehát ebben az esetben ugye a bér jellegű juttatásként van kifizetve, beszámít egyrészt az önkormányzatnak itt többbe kerül, másik ugye ez egy sokkal kedvezőbb juttatás, hiszen beszámít a nyugdíj alapba, beszámít a tárgyékbe, stb. Tehát, hogyha ez bérjellegűként van így fizetve, akkor én nekem az a javaslatom, hogy az önkormányzat és intézményeinél legyen megszüntetve a kafetéria, és a iskola dolgozókhoz hasonlóan ezt bérként kapják meg, mert sokkal kedvezőbb. Tehát akkor, nem egyik el az ezektől az emberektől sem. Ez többbe kerül az önkormányzatnak, de legyen. Ez az egyik összevételem. A másik, amit ilyen észrevételem, hogy 5 évvel ezelőtt ugyanénből indultunk ki, hogy adjuk a pedagógusoknak, mert nem kapnak kafetériát. Akkor lett megállapítva az, hogy a kafetériát nem lehet adni, ezért kapnak egy havi bért. Most megkérdezném, hogy jövőre akkor újra felvetődik ez, hogy a pedagógusok nem kapnak kafetériát, és akkor valami megoldást dolgozunk ki, és akkor megint adunk kafetériát, pótló juttatást. Ez csak egy kérdés. A másik, hogyha a kafetéria kiváltása a cél, akkor ezek a számok nem teljesen jók, hiszen egyrészt az üres álláshelyre természetesen nem kell kafetéria juttatást adni, mert azt úgyse tudja felhasználni, illetve a törvény szerint, aki megbízási díjat dolgozik, annak kafetéria juttatás nem jár, illetve aki részmunkaidőben dolgozik, annak természetesen részarányosan jár a kafetéria juttatás. Tehát ennek alapján, ha elfogadjuk azt, hogy a harmadik pont szerinti juttatást kapja az iskola, ami 39 ezer forinttal magasabb, mint az általános kafetéria juttatás, akkor ez összességében 7 millió 700 ezer forintot jelent. Még annyit azért ismételten el kell mondanom, hogy nem sajnálom a pedagógusoktól ezeket a juttatásokat, de jó lenne egyszer már akkor egy szintre hozni minden önkormányzati intézménynél a juttatásokat, hiszen mint mondottam, úgy érzem, hogy az iskola mindig az összesből a legjobbakat azt kéri,
de akkor vezessük be egységesen az önkormányzatnál azt, hogy középfokú végzettségek 45 nap, felsőfokú végzettségeknél 46 nap szabadság legyen, hogy 32 órát kelljen bent eltölteni a hivatalba, akkor javaslom azt, hogy amint mondottam, hogy a kafetériát azt szüntessük meg is, azt bérként fizessük ki, illetve azokat a juttatásokat, például egy nyugdíjbevonulás esetén, hogy ugyanúgy, mint a pedagógusoknál, akkor jelentős felmentési indulját. Tehát akkor tényleg itt rendet kellene tenni, és egy szintre hozni az összeset. Mert tehát az, hogy a legjobb, ha mindig ki van mazsolázva, és mondom, hogy a kafetéria, hogyha visszaemlékeznek a képviselők, úgy indult, hogy azért adunk 13. havi bért, mert ők nem kapnak kafetériát. Most megint ott vagyunk, hogy eltelt x idő, és most adunk 239 ezer forintot, mert ők nem kapnak kafetériát, de kafetériát még mindig nem fognak kapni. Tehát én ezt úgy tudom támogatni, hogy akkor, ha azt mondja a testület, hogy ez a sor szerint kapja a juttatást, hogy kiszámolva azt, hogy mondom, aki kafetériára jogosult, hogy azok kapjanak, meg mondom, akkor meg kell vizsgálni az önkormányzatnál is azokat a, és a törvényeknél azokat a juttatásokat is egyszerűen kell hozni. Tehát itt az egyik mondom a 46 nap szabadság. Nem hiszem, hogy a szabadság fölötti rendelkezni. Nem tudunk rendelkezni, mert azt mondjuk, hogy írd le, hogy dolgoztál, és kapsz mégis szabadnapot. Én nem tudok arra, hogy én tudnék rendelkezni, mert a képviselőtestület sem tud, a munkáltató esetleg sem tud, de mi nem, szerintem. Az első pontra, amit elmondtál, hosszasan jegyző asszony hasonlóan hozzá, kifejtette, hogy milyen jelenlőtlenség van itt a tekintetben. Ezt mindenki magáévá tette, és el is tudjuk fogadni, hogy ez így van. Valami olyan konklúzió lett a dolognak, hogy azonos szintre, hogy mondjam, azonos módszereket nem tudunk a két hát intézményben is nevezhető dolgozók között egyenlőséget tenni, mert egész másba írnak. Ha miénk lennének, akkor, hogy mondjam, akkor lehetne, sokkal könnyebb lenne, de így, hogy a plikhez tartoznak, így nem tudunk ilyeneket megtenni. Az, hogy megbízással, meg részmunkaidős, meg egyébek, ez nálam is természetes, nyilvánvaló, hogy arányosság, és a többi, ez jön. Előjött a nyugdíjkérdés is természetesen, micsoda nagy különbség van, hogy 8 hónap, illetve 2 hónap a köztisztviselőknél, 2 hónap volt, 8 hónap a közalkalmazottaknál. Ezek mind törvényben rögzített dolgok, nem mi adhatjuk ezeket meg. Jegyzőasszony is mondta, hogy igen, vannak módszerek erre, amire esetlegesen lehet közelíteni ezt a dolgot. Csak ennek a kosor nem lesz vége. És azban maradtunk, hogy mondjam, mi a bizottságon, hogy a jövő évben lehet ezen változtatni, mert hogy a idén már a kafetéria rögzített a kormányzat részéről, törvényben van, saját törvényünkben. Ezen már nem tud változtatni, így mondta talán, és jövőre már akkor lehet ezt a fölgyűjtési koncepciónál, vagy költségvetési jogszabályok tárgyalásánál is ezeket a dolgokat közelebb hozni egymáshoz. Köszönöm szépen, én ennyit tudok ezzel kapcsolatban. Kérdezem a képviselőket. Még nekem az a módosító javaslatom, hogy akkor a 30. pont alapján, az iskolai adatszolgáltatás alapján, tehát 32 fő pedagógus, részmunkaidőben 1,5 álláshely, iskolapszichológus, pedagógiai asszisztens, 38,5. Igen, tehát 38,5 fő részére, ami 239 ezer lett, bár a másik javaslatom az, hogy ugyanúgy, mint ahogy az önkormányzatnál, a kafetéria keret az 200 ezer forint
a személyenként. Tehát én azt javaslom, hogy 38,5 fővel és 200 ezer forint per fővel határozza meg az önkormányzat a tanfelülőknek átadott pénzeszközt. Igen, az, aki nem segítsen ebben a dologban továbbra is kiigazodni, mert így most erre a módosításra hát, nem fog tudni mondani kapásba. A béltömeg kapcsán ugye ebben mindenki benne volt, ez üresen nem üres, az is, aki megbízási szerződéssel, meg részmunkaidőben. Tehát ha jelen pillanatban azt nézünk, hogy kafetériában, ha lenne az iskolában ez a fajta ellátás, ki lenne jogosult, az 38,5 állás hely lenne. És ugye a 200 ezer forint, hát azért kedvezményes a kafetéria, pont ez a kedvezmény benne, hogy az nekünk is 200 ezer forint, tehát nincs foglalkoztatható terhelő járulék, tehát tulajdonképpen a terhe egy főre önkormányzat felé, egy önkormányzati dolgozónak 200 ezer forint per fő. Akkor azt a számot szeretném hallani, hogyha szabad, hogy mi marad ebből a pedagógusnak a 200 ezer, és mi marad az önkormányzatnak? A 200 plusz szóval indulni. Ha 200 ezer forint, akkor az önkormányzatnak ez 200 ezer forintba kerül, mert akkor értelemszerűen, ha jutalmunként van a számfejtve, akkor tulajdonképpen visszafelé kerül ugye ez elszámolásra. Le kell vonni azt, amit nekünk át kell utalni a Blicknek, mert ő viszont fog ebből az összegből, mert jutalomként számfejti, foglalkoztató terhelőjárulékot fizetni, és értelemszerűen ő azt sem fogja bevállalni, és ezt ugye levonjuk, és ez tulajdonképpen a négyes sor, nem tudom, hogy itt van-e ön előtt, tehát akkor 200 ezer forint per főt fogunk átutalni ebbe az esetben, vagy utalnánk most feltételes módba a Klicknek. A Klick ebből bruttóba 167.364 ezer forint összeget tud számfejteni, tehát ez már adó, tehát úgy, mintha ő ezt a jutalmat kapna a Klicktől, és ugye persze ebből fizet a dolgozó X terhet, és ez neki a nettója 111.297 forint. Világos. Tehát még egy dolgot szeretném. És bocsánat, én tényleg azt kérem, hogy bármi lesz a döntés, tehát főt állapítsunk meg, vagy tisztázzuk a főt. Igen, mert hogy ugye ez mindig, tehát elmondtam a bizottságnak, hogy mi megállapíthatjuk főre vetítve a keretet, mert mindig is ez volt az elv, ugye jutalom keretnél is ez az elv, de magának a felosztásnál már soha nem ez volt az egység, mert ugye intézményvezetői hatáskörbe osztják el ugye a többi intézmények is ezt a keretet, meg ez az iskola esetében is így volt, tehát a közöltük az intézményvezetővel a keretet, ami felosztható, azt a bruttót, amiről ő tulajdonképpen rendelkezik a dolgozók felé, és azt ugye, hogy kinek mennyit ad, egyrészt ugye a bérek sem azonosak, kettő meg hát azért jutalom, hogy azért ezt az iskola korábban figyelembe vette. A teljesség. Az önkormányzatnál a kafetéria egységes? Igen, a kafetéria egységes. Igen. Igen. Jó, csak nem mindenki tudja, nem is dolgozik ezzel a ponttal. Tehát ez nagyon fontos, hogy... Egységes, de teljesen. Nálunk is van egy 6 órás, az értelemszerű az 6 órás, meg a 4 órás a 4 órás. Jó, mondtam. Prima, nem Mikus, akkor először mondja. Köszönöm. Én csak annyi a magam álláspontját szeretném ismertetni, hogy tegnap a pénzügybizottságon jegyzőben a polgármester úr elmondta, hogy ismertette ezt a rengeteg ellentmondást, amit a közalkalmazott köztisztségviselők között van, és szinte-szinte feloldhatatlanok ezek az ellentétek. És én most én azt gondolom, hogy én támogatni tudnám azt a javaslatot, amikor hasonlóan mérünk, hasonlóan próbálunk érni, hiszen nem tudom, hogy rengeteg különbséget hallottunk már nyilván a két intézmény között, és én azért is javaslom ezt a bruttó 200 ezer forintot, és mondom, ha ez a testület megszavazza, akkor ezt én is elfogadhatónak tartom, hiszen ugyanennyit költ az önkormányzat a hivatali dolgozóknak kafetériára.
Tehát azonnal nem lenne rögtön feszültséget keltene a hivatalban, hogyha ennél többet kellene a többi intézményt. Így van, nem kormányoznak a többi intézményénél, tehát feszültséget keltene egyrészt, másrészt azért azt meglátni kell, hogy a kafetéria az egy rendkívül kötött felhasználású juttatás, még a nyilvánvalóan mindenki arra költi, amire szeretné. Tehát ez a kompromisszumos javaslatom, hogy bár a pedagógus kevesebbet fog ebből kapni, ha a jutalomként kap, nem kafetériaként, de kafetériaként kaphatja, viszont arra költi, amire akarja, és én éppen ezért magam részéről ezt a javaslatot tudom támogatni, és ezt én meg is fogom szavazni. Még egy nagyon fontos, amit most, de amit már egyszer elmondom kiegészíteni. Bérlet kijelentelmi juttatásként fogja pedagógusnak kapni. Ami nyugdíjban lesz. Jó, igen, még a kafetéria jelentős. Tehát pénzdél átlag keresett. Minden nézzel, így van. Jó, ezt most elolvasom, hogy elviszik és elteszem a saját felkeiken belül. Akkor megölöztél a 133 és a 140. Én sokszor között ennyi a különbség, hogy az el is tűnik. Én elfogadom a részét. Ezzel kapcsolatban van-e még kérdés? Tehát a összefoglalva, tehát a mostani az iskola adatszolgáltatása szerint 38,5 fő és 200.000 forint a szépülő 700.000 forint összeget hagyóvá képviselő testület, amit tankerületnek átad, és ezt korosztálja. Igen. Mert tulajdonképpen igen, tehát egy szerződéssel fog menni. Így van. Hát csak ebbe azért említsük meg külön, mert mondom, hogy én nekem az a bajom, hogy ha nem nincs külön megemlítve, csak legalább hogy háromszor, akkor... És bocsánat, végig ezt nem így előnek, hogy iskolai szolgáltatás alapján. És akkor ott van, hogy az iskola adta, jól vagy rosszul meg, hát nyilvánvaló. Igen, ez iskola. Jó ez. 38. április 30-át írunk, azt is meg kell határozni, hogy mikortól. Illetve ez az összeg jövőd ki. De ha jutalomként megy, ez egy dolog, hogy a támogatási szerződésben persze ezt bele lehet írni, hogy ez az összeg tulajdonképpen milyen célból kerül át a klikhez. De nem tudom külön választani azt az összeget, ami a költségvetésben van, attól, amit most pluszban, mert ez tulajdonképpen egy plusz összeg meghatározott a testület, vagy meg fog határozni. Elmondtam a pénzügyi bizottságon, hogy ennek korábban az volt a gyakorlata, hogy figyelembe vettük természetesen a pedagógus napot, és annak az éves keretnek, ami benne van a költségvetésben, vagy amiben most meg lesz emelve, annak tulajdonképpen eddigi gyakorlat szerint a felét átadtuk a kliknek a pedagógus napi jutalmazásra, és a másik felét meg értelemszerűen ott is lehet változás, azt meg év végén, úgyhogy a klik még ugye le tudja számperzenni. Ezt tudom, hogy megkérdezzél, hogy szerintem, és akkor úgy. Mi nekünk az az olyan, hogy megszámazzuk. Polgármesterünknek én azt mondom, hogy ha jogi lehetőség erre van, akkor külön szerződésbe kell szerződésbe meg kell említeni, hogy ezt miért adjuk a pedagógus iskolai dolgozóknak, bocsánat, nem csak a pedagógusoknak, és bele kell érni, hogy igenis ez a kafetéria. Egy javaslatom van erre, hiszen a pedagógusok, amikor már két részletben kapják meg pedagógusnak év végén, nekem lenne egy olyan javaslatom, hogy a kafetériát megkapnánk pedagógus napra a dolgozók. Ezt ők intézik. De bocsánat, akkor nekem ezt a kafetériának kértük, akkor ez tényleg ezt mindenkinek egyformán jár. Jó, ezt leszám fejteti, és lényegében azt csináltok. Átutaljuk, azt csináltok. De akkor azt mondom, hogy nem ezt kell leszám fejteti pedagógus napra, mert a kafetéria mindenkinek a tényleges munkaviszony alapjáján. Most akkor erre azt mondom, hogy van egy pedagógus, aki lehet, hogy szeptembertől nem is dolgozik az iskolába, és pedagógus napra kifizetjük neki az egész éves kapcsolatot. Ez csak évvégén. Tehát, hogy ez csak évvégén. Hát most
Most azért kétszerre mind a két összeggel, most azért ne kössek már, bocsánat, tehát azért visszalakálunk a klik után, küldözgette már hivatali dolgozót, hivatali autóval, hogy alá legyen írva, meg visszajöjjön. Tehát azért egy szerződéssel is elég sok nyújt baj van, most ha két szerződést lesz, és akkor még mind a két szerződés alapján kétszerre. Jussunk el odáig, hogy szabadjuk meg a véleményem szerint ezt, ami ki van munkálva, ezt a legfrissebb. Én arra teszek, igen, javaslatot, hogy amennyiben a testület támogatja ezt, meg majd az összegszerűség is meg lesz. Van ugye most a költségvetésben egy jutalomkeret. Azt eddig is megkapta annak a felét pedagógusnak a pedagógus. Az a része akkor maradjon úgy, hogy eddig volt, megkapja a jutalomnak a felét. Pedagógusnakra a másik felét. Évvégére, vagy évvégén, amikor tudja az iskola igazgató is, hogy tulajdonképpen ki lenne jogosult kafetérián, mert kidolgozott az iskolába egész évben, majd akkor megkapja a kafetériát. Ez jó, tessék. Ez így jó. Hát én nem támogatom ezt. Én azt mondom, hogy le kell ezt áldjuk át az iskolának is, az iskola igazgató ezzel gazdálkodjon. Ez már hogy legyen az ő. Én meg azt javaslom, hogy kire szavazzuk meg, és a vezetők a képviselőket, hogy amint a képviselőtestület megszavazza, meg lesz kötve a támogatási szerződés a tankerülettel, az iskola által szolgáltatott adatok alapján ezt az összeget átadjuk a tankerületnek, és az iskola úgy gondolkodik vele, hogy akar. Tehát én úgy gondolom, hogy nekünk nem kell már itt a 20 forintot. A felhasználási kötöttséget azt nem akkor van, napon határozzuk meg, hanem jövő év február 28-áig, és akkor majd. Ez a módosítás, amikor, hogy az iskola adatszolgáltatása alapján kafetériára jogosult 38,5 fő, és bruttó 200 ezer forinttal számolva, 7.700 ezer forinttal támogatja a tankerületet, amit tartalék keret terhére, amit az iskola igazgató a saját jogszabályát használja. Nem kell akkor sem. Tehát ez a módosító javaslat, aki ezt elfogadja, kérem viszonyosan szavazni. Hét igen, nem? Tartózkodott, egy tartózkodás. Van még kettő, az egyik az... Egy tájékoztatás. Így van. Egy picit összefügg a mai napon is tárgyalt témákkal. Mindenket a napjait érinti. Elmúlt hónapban volt egy sérülésünk az Akácfa utcában, és sajnos a vízágozottan már csak egy kollégánkban, akkor és éppen betegállományban volt. Kértem a napjai központjából segítséget a sérülés elhárítására. Sem embert, sem gépet nem tudtak küldeni, mert máshol dolgoztak, hossz voltak a gépek. Ugyanakkor a víz az zúgott az aszfaltos út alatt, én ott megkérdeztem, amit tegyek. Zárjunk ki három utcát, mert az kellett volna, hogy ez egy pénteki napon történt, és akkor három utcában hétvégén lett volna a víz, illetve hát nem tudjuk, hogy hétfőn meg tudtuk volna oldani. Másik lehetőség, hogy hagyjuk a vizet buzogni, és akkor az olaszfaltos kaszolatlanul tökéletette volna. És akkor azt a választottam a tagjönnek a vezetésétől, hogy segítséget nem tudnak adni. Próbálják keresni olyan céget, aki ennek a hibajánlásával segíteni tud. És nem tudtam mást felhívni, aki ebben járatos és le lehet a szörnyel akasztani, mint a Nyugodák Kft-t, azt a céget, akit a az önkormányzat kizárt az alsóbbi közbeszerzésekből. Őnek a vezetőit hívtam fel, hogy nagyon nagy a baj, kérem, hogy segítsen, és egy órán belül más munka helyekről elvezényelték az embereket, és itt ezt a hibának az elállt, tehát aszfaltot kellett vágni, markolót ide küldött, embereket ide küldött, természetesen mi is ott voltunk rá. Tehát mindenképpen, ami szükséges volt, idejött, elhártották a problémát. Nagyon-nagyon kellemetlen volt felhívnom annak a cégnek a vezetőjét, aki az önkormányzat kizárta a Kalasoni munkából.
de ennek ellenére megtette és segített előtte volna tájékoztatni a testületet. A másik szintén a Dr. is kapcsolatos, bár önkormányzati tulajdonban van, de a Dr. üzemeltetésében mindenki tudja az Unimo gépkocsi, amivel az előző időszakban a síkosságmentesítést végeztük. Beszámoltam már a képviselőtestületnek is, hogy a 2 évvel ezelőtti télen már nem sikerült műszaki engedélyt szerezni az autóra, mert annyira rossz műszaki állapotban volt, és az önkormányzat döntött abban, hogy más eszközökkel biztosítja a síkosságmentesítést, ami sikerült is. De most ott van az a régi gépünk, hát szét van rozsdásodva, gyakorlatilag nem nagyon működik rajta már semmi, talán még a motorja működik, és a Holt pilótája tett rá egy ételi ajánlatot, hogy azt mondta, hogy 500 ezer forintért megvenné. Szeretném megkérdezni a testületet, hogy erre mi a véleménye, készítsünk el esetleg egy előterjesztést, gondoljuk tovább, az zárkózunk az előről, más megoldást, tehát másként kívánni értékesíteni azt a gépjárművet, mert jelenleg ott rohad a képviselői ház udvarán. Tehát mit csináljunk vele? Persze, szeretném megkérdezni. Eladni mindenképpen kell adni, csak szerintem nem egyikünk sem tudja, hogy ennek az állat. Tehát ez eladni mindenképpen kell, hogy nem használják, hogy el kell. Ezt kiveszünk, de nem tudjuk. Én legalábbis nem tudom, hogy ilyen járműnek az állat. Egy ilyen állapotú ilyen járműnek az állat. Ezt kell eladni. Hát, nem tudom, hogy van életük, akkor nagyon sok jött. 8 millió. Hogy ez most úton a terem? Megoldás nem lenne az, hogy a Igen. De két lehetőség van. Egyik az, hogy szólunk a Minunak, Soroksáron, és azt ment, ezt ki kell még mondani, forgalom volt, tehát ugye ez nem úgy működik, hogy szétudom, és ebből beadjuk. És ugyanúgy, mint ahogy a települési Suzuki-ját elvitték, ingyen kiadták az okiratot, hogy kivonhatjuk boltokból. Ez az egyik megoldás. A másik megoldás az, hogy ugye ennek anyagi értéke van, a vasérték, amiben. Gyakorlatilag. Most a Kancsár Miki, aki ezzel dolgozott, most van még egy-két hidrolika szerep, amit ki tud menteni belőle, a ajánlott érte 300 ezer forintot. Én azt mondom, azt javaslom, hogy ezzel a... Ugye 500 ezer forintot. Én azt mondom, hogy ezzel is a munkáját egy picit elismerve, mert azért nagyon sokszor éjszaka jött, meg most is éjszaka jön. Lehet, hogy nem ér egy 300-at, sem meghirdetjük, mert azért ezek az autók már nem igen kellene, mert ezek már nem futnak. Az újabb... Nem lehet hozzá, az a legnagyobb pont, nem lehet hozzá alkatrészt kapni. Több mint 30 éves gép. Hát meg szép van volt a minden, majd hogy elfogjátok kezdve. Hagyj, én szerintem is. Erre most... Akkor... Lehet akkor ennek az autó, bár nincs előtérzés, tudunk elhározni? Én Miklósnak azt mondtam, hogy ha a testület azt mondja egy nyöntetően, hogy mehet, akkor most egy határozatot javaslatot, hogy az nem akkor megjelenik, vagy a mostani állapotnak megfelelően 500 ezer forint tért értékesíti. A felkínált 500 ezer forint. Utó 500 ezer forint. Aki ezzel egyetért, akkor kéne készmással szavazni. Köszönöm szépen. Megértem, hogy hét igen, egy tartózkodásra a képviselőt. Miki nem? Tartozó. Tényleg mindig. Ő akarta megvenni, csak nem, mert olyan semmi. Sokkal jobb, rosszabb járművek vannak ott. Következő rendes testület. Hát és így 26-án lesz. Előtte a bizottság ülésen fognak. Amennyiben szükséges, a beruházásokkal kapcsolatban akkor májusban köszönöm szépen mindenkinek a megjelenést. Köszönöm szépen.